rendszeresen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi. 6 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pisi, Kaki, Punci, Kuki. Várjál. Hello! Itt van, most már szólsz. Adjál már bekesz. Pisi, Kaki, Punci, Kukiban gazdag hetet kíván nekünk. Barra már nagyon kedves, hogy viszont kívánjuk neki. Köszönjük szépen, lesz minden. Kukiból esetleg lehet kevesebb, de minden másból. A Kaki és a Punci jöhet. Igen, az jöhet. Egyszerre pedig különösen. Így van, egészséges, sok kuki. Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon-nagyon fontos. Na gyerekek, itt vagyunk, egy újabb hét, egy teljes hét, hétfő. Májusi hónap már. Egy héttel az iskola előtt. Ja, és két héttel a szülinapunk előtt. De lényegtelen dolgokról ne beszéljünk. Nem lényegtelen, nem lényegtelen, mert nálad már levált a gyermek, ugye elég rendesen, de mi fogunk szerintem örülni jövő hét hétfőn. Bocseszka, nálunk most nagyon fontos napon, mert életünk első érettségére megy a gyerek. Ma. Tényleg. Érettségizik? Igen, így van. Na hát, jó tanuló, megírja jól. Érdekli vagy? Picit stresszel azért, mert te tudja, hogy na, van egy kis ideg bennük, de szerintem ez most minden osztálytársára, meg talán most az összes érettségizőre igaz, mert ugye nem úgy alakultak a dolgok otthon sem, meg az iskolában sem, ahogy kellett volna, de reméljük, hogy vaj szívek lesznek a kedves. Hát, csak már látni fogjuk a tételeket. Azért a stressz volt nekünk is. Jutólag már visszaemlékezve nem, de azért akkor egy kicsit izgultunk ebből a dologból. Most én belegondoltam, hogy szerencsétlenek tényleg, ahogy mi készültünk az érettségére, emlékeztek, akkor volt egy hónapos ilyen érettség fölkészülési szünet, igen. És mi minden nap ültünk a kocsmába tök rendesen. Hát a szóbelire nem, az írásbelire nem volt. Azt írt, utána volt szóbeliben. És mi rendesen ültünk a kocsmába végig a haverjaimmal. Uh-huh. Most képzeld el, ezek a gyerekek úgy mennek érettségizni, hogy nem tudtak inni előtte. Hát azért... Na. Igen. Tényleg. Na, megnézzük a tételeket, hát ezt mindig fölírják táblára, és akkor látni fogjuk, hogy mi a helyzet már. De aztán könnyű volt, tavaly is azt szerint állított, könnyebb volt nekik. Uh-huh. Egy kicsit azért tekintette voltak arra, hogy most is járvány szerintem. Van. Most is. Járvány most van. Is. Remélem célba értek a borítékok, a sütemények, a gyerekek, az ajándék, hogy szortad persze, az aika. Elindultak a teraszok, elindultak az éttermek, igen. Meg volt az első Fradi meccs, nyit az ország, lézengtek gyerekek, kiderült egy csomó, mindenkinek nincs meg a védettség ilyen még. Úgyhogy egy csomó nem tudtak elmenni erre a meccsre. Nem volt ott a B közép, ahogy olvastam, mert hogy nekik sincs még meg mindenkinek. Nem, nincs. De hát még egyelőre az van, hogy elmentek egy csomóan, de nem tudtak védettségit szerezni. Pedig igyekeztek megolajozni a rendszert, hogy miért többen legyenek, de... Hogy a B-közép távolmaradás a védettségi, vagy valamiféle ilyen tüntető jelleggel... Ők elutasítják a Pfizer-t valószínűleg. Igen. Nem, ők mindent elutasítanak. Én nem tudom, hogy van-e valami klubvezetés kontra B-közép harc, én ezt nem követem, csak láttam, hogy nem voltak ott, én erre tettem, hogy na, akkor még a B-középnek nincs meg a védettségie. De nyitva a teraszok, nyitva az éttermek, gyerekek. Ez a rész, ez nagyon jó. Kint ülhetsz, bent ülhetsz, már mi is bent ültünk pénteken, sétáltunk a városba, be kellett mennünk baráti társaságba, persze, bementünk egyet kajálni. Az egyik kedvenc olasz éttermünkbe sétáltunk egyet a rakparton, mert Karácsony úr lezárta. Köszönjük szépen Karácsony úrnak. Ez egy jó rendelkezés. Péntek este állsz éjfélkor a Ránchidán a rakparton, és beszélgetsz, úgyhogy sehol egy autó. Menő. Tök jó. Úgyhogy látom, te is hobbeg látogattad Ferit. Olyan rendes volt. Én komolyan már hát majdnem meg is könnyeztem. Ki is posztoltam ezt. Köszönjük szépen. Meg is lepődtem egyébként rajta. De tetszett a posztmagot. Tényleg olyan jó volt. Hát ugye Janinak volt egy nem túl erős élménye két héttel ezelőtt. Igen. Ezelőttről is akkor azt mondta, szerintem pont a kedvenc olasz éttermetekbe. Igen. Hogy nálam megpróbálja. Kicsit gondolkoztam, hogy én is megkérdezem, hogy ott van-e foglalás a vadon úr. Igen. Jó volt egyébként. Mert régében, hát álmom, igazából persze nem egy nagy álomról van szó, de meg akartam már nézni, hogy a Rákos patak mentén hogy lehet végig tekerni, mert szerintem abban, hogy ha a főváros valamiben látna, mondjuk bringás szempontból valamiben rációt is, ami szerintem nagyon nagy lenne, az lenne, hogy a Keresztúrtól egészen a Dunáig végig megcsinálnák a Rákos patak mentén a kerékpárutat, mert egyébként zseniális. Arra tök jó volt, hogy Biancsit kipróbáltam végre az igazi közegében, egy kicsit terepen, mert ott lehet menni egy jó 10 kilométert, úgyhogy gyakorlatilag semmi aszfalt nincsen.
kerítésen mész? Nem, lent a mederben, a meder mellett van kitaposó út. Valószínűleg nagyon sok kerékpáros meg futó szokott egyébként járni, de az igazából nem út. Természetvédelmi terület is van, lovardák is vannak, tehát nagyon nagy hangulata lenne egyébként. Csak meg kéne csinálni. Hát meg kéne csinálni, meg most gondold már el, tervek, hogy egészen a 17. kerülettől egészen bemész a Dunáig. Zseniális az lenne. Na mindegy, 15 kilométer. Meg akartam nézni, meg mondom, Biancsit is leteszteltük egy picit ezen a telepen, és jól bírtam. És akkor gondoltam, akkor elkanyarodok majd balra. Most annáikhoz nem csöngettem meg, kicsit tovább mentem volna a Néfürdő utcát, és meglátogattam volna, de majd az legközelebb, és akkor gondoltam, már betekerek a városba, és akkor megnézzük ezt a... Nagyon helyes, itt áll egy kávé. Ezt a híres Korhely teraszt. Hányra értél oda? Olyan 9:49. Aha, igen, valahogy úgy. És de ott nagyon... tukmáltam, de nagyon izé visszafogott volt, azt mondja, hogy csak egy kávé. Igen, mert a bált egy jó csülök pörkölt, meg ugye még a fagyasztóból egy-két dolog előkerült. Nem azt eladtunk, figyelj, eladtunk minden pénteken, hála Istennek a régészét, az olivabogyó válogatás, minden sikerült elnyomni. Figyelj, de nagyon feelinges volt, remélem egyébként szerda este is, vagy csütörtök este, vagy péntek este, vagy kedden. Majd meglátjuk, hogy amelyik nap lesz ez a bizonyos ilyen kis céges vacsoránk, vagy csapatépítőnk, remélem akkor is ilyen hangulat lesz. Tudod, odamész, ott srác a tolja, kis tankcsapdát nyomott éppen, amikor pont odaértem, kis akusztikus gitárral, élőzene, kis csevegő, párocskák. Van élőzenétek is? Mi mióta megnyitottunk, van egy zongorista fiú, az egyik nap, a másik nap meg egy gitáros. Na, azért azt hagyd mondjam el, hogy pont beleestem egy kis akcióba is, mert megjelent két rendőr, mert valaki az élő zenéjük alapján nagyon jó volt egyébként. Pont akkor jött, amikor ott akkor jöttek a rendőrök, amikor én is odaértem, először azt hittem, hogy nem, a védettségkártya rögtön izé kiszúrtak, mondom, biztos, hogy szórakozás. Nem kell a terasz, nem kell védettség. Tudom, hogy nem kell, jó, de tudod, hogy hátra beszaladtam azért egyet kakilni. Na, és mert te keresd, nem mindig rájön. És valaki feljelentett őket, képzeld el, mint kiderült. De úgy, hogy szemben Zeneakadémia, óriás üres hát plac, fölöttünk senki nem lakik, de már valakinek csípte a csőrét, hogy ízé van, igen, hogy na jó, szól de az tudod, élő de ez, tehát ilyen. Na jó, tehát de hát van engedélyed, akkor szólhat. Persze, milyen tök rendesek voltak a rendőrök is, mondták, hogy ők nekik nagyon tetszik, ők hallgatják, még csak valaki lesz ott. Ők közelebb jöttek, hogy rendesen hallják, tudod, a rendőrök, de valakinek már fel kellett jelentenie, tudod, jó magyar szokás szerint. Hát ez igen, ez a szokásos. Kinyitott, akkor már is. 5 hónapig kús volt, gyorsan feljelentjük őket. Hát a péntek este, figyelj, az zseniális volt. Ugye akkor még 9:30 terasz zárás volt pénteken. Igen, az ott az utolsó. Hát 9:28, furra tele. Már 9-től elkezdtük mondani, hogy ne haragudjanak, nem a mi időn, értsék meg, de 9:30 üres terasznak kell lenni. 9:28, csutkára tele, jönnek a közterületesek, hát mondom, behúztuk az óriás büntetést, nagyon rendesek voltak, mondták, hogy 2 perc van, még akkor ők mennének egy kört, és akkor mindjárt visszajönnek, ha értjük, mire gondolunk. És figyelj, olyan rendesek voltak a vendégek, hogy 9:37 senki nem volt a teraszon. De nem az van, hogy akkor még 10-re kellett ott még a pénzek, tudod, akkor 11-re, akkor 9:30 lehetett, most már lehet 11-ig a terasz, és éjfélre kell hazamenni, de azért az ott nyertem egy nagyot, mondom, hát bekezdünk egy óriás büntetéssel, egy 500 000 gyorsan lemondtak a bevétel. Hozzánk is odajöttek a rendőrök 1:15, hogy akkor legyünk szívesek hazamenni. Hát mondjuk az egy kicsit érthető. De nagyon 1:15 mi kínáltam. 1:15. Igen, a kis és voltunk eseredő, hogy végezesek. De nagyon kell, igen, rendőrállom. Nagyon rendesek voltak, mondtuk, hogy hívjuk a taxit, jön mindjárt, oszlás van, úgyhogy megyünk már. Már itt se vagyunk. Megyünk már, de mondták, urak, akkor... Ezt nem mondtad nekik, oszlás ott van? Ott taka van, gyerekek. Lehet lépni. Nem, ugye oda látták, hogy ott kicsit ott hangoskodunk, vagy italozunk ott, vagy beszélgetünk a Lánchídlál, és akkor jöttek oda. És olajbogyókat dobáljátok. Mondták, hogy legyünk szívesek, akkor elindulni haza. Mondták, hogy jó, jön a taxi, köszönjük szépen. Szomorú ez, hogy éjfélkor el kéne unnod haza. Most ez van, egy lépés megint. Emlékezz egy lépés megint szépen lassan. Egy héttel ezelőtt még este 10-kor el kellett elindulnod. Októberre már úgyis pont visszasírjuk az éjfél lezárás, hiszen akkor 10 órára mindenki ott lesz, mert jön a 4. hullám. Ne legyenek illúzióink, de nagyon normálisak voltak. Sőt, egy rendőr ránk szólt az utcán, hogy vegyünk maszkot. Akkor gyorsan kértem egy cigit. Tőle zsebből. Igen, kértem egy cigit. Nem, én nem veszek az utcán maszkot. Kiadjatok egy cigit, srácok. Volt a srácoknál cigi, adtak egy cigit.
Úgyhogy mondtam, hogy jó, akkor ez megúszva. Sőt, a lemaradó barátomnak, aki enyhén ittas volt, már neki maszkot ajánlottak, hogy adnak maszkot, igen, hogy vegye föl. De jó, fél. Milyen rendesek? Hát hogy ki vannak képezve? Mondták, hogy nincs nála maszk, akkor közterületen vegyen egyet. Na, így ő is gyorsan rágyújtott. Darabja 500 számát tudnak adni. Igen, zsebbe 250. De nagyon szóval, hogy kultúráltak, nem az, hogy na, akkor menjünk haza, és akkor jó napot, jön a személyi igazolvány. Mit csinálunk itt negyed egykor, hanem srácok, finoman akkor. Ha jön-e a taxi a, már? Igen, azt szerintem, amíg nem nagyon rendesek velük bunkó, és nem kezdesz el beszólni, meg nem kezdesz el... Ja, nem, á, mondtuk, hogy addig persze, megyünk. De nem reagáltatok túl, tehát nem, amikor odalépett, akkor már... Mi van? Mi nem tetszél? Mi? Ja, semmi, csak szólni akar. Ja, nem, jelezzük, hogy éppen vonalban vagyunk már a taxi állomáson. Vonalban vagyunk, várjuk a taxit. Azt kell mondani, hogy 10 óta hívom őket, de annyian vannak, hogy egyszerűen nincs kocsi. Igen. Elnézés, biztos úr, éppen vonalban vagyok. Még akartunk egy jót rollerezni, de nem volt. Rollerezni. Imádunk minden este rollerezni. Igen, csak de mi mindig rollerezünk. De mindig jó helyre teszitek le, ugye? Nem, ahol véget ér, ott levágjuk az eszközt. Hát kerül... jó hely, hát ott hagyom. A Duna mellett van a kód. A Duna, jó. Csak azért mondom, hogy mostanában szoktam így este felé is kerékpározni, hogy... Ugye nem, ez így düböl. Város, és azért, na, hát azért, hogy rohagyanak már meg tényleg. Tehát, mi düböl nem dobáljuk be a Dunába, de lejár, akkor az útszélnél lerakjuk. Düböl nem. Mókából igen. Hát, tréfából, mókából. Igen. De nem is tudsz a belvárosba bérelni. Dehogy nem. Zónák vannak, hogy ne tudnák, persze. Van, ahol engedik, van, ahol nem engedik, azt figyelned kell, lent a rakparton, ambulancid, úgy tudsz rollerezni, mint ahhoz, csak nem volt szabad, még el akartunk menni egyet rollerezni, hogy éjféltől egyik még. Ekkor két rolleresről levertétek a tulajdonosát. Azt sajnos nem tudtuk megcsinálni, de olyan szeretem, nagyon jó. Főleg egy nyári estében, mert mész benne a városba, össze-vissza rollerezel, de nem tudtunk már. Nem tudtunk sajnos roller szerezni. Na mindegy, gyerekek, szóval ez volt hétvégén akkor. De jó volt, látni, csinálni, hogy volt egy kis élet, igen, volt egy kis nyüzsgés, volt egy kis hangulat. Péntek ízé, Blackjack Pfizerre, azért azt még gyorsan kiszortak. Jaj. Micsoda? Black Friday. Black Friday. Igen, Black Friday. Pfizer Black Friday, nem? Mindent kiszortak. Hát volt, aki 3 órát állt, hogy megkapja. Aztán mondták neki, hogy... Pfizerét, és már nem volt mire, igen, mire odaért. Jó, vajon be egy csomóan például úgy mentek, hogy nem regisztráltak. Mi lehet az okom? Aha, vajon, de vajon miért nem regisztráltak? Vajon miért óriási nem? Duma. Vajon terheléses miért nem? Támadás. Aha. Terheléses támadásért a rendszert nem először történik. Amennyiben a klikkeléseket persze terheléses támadásnak véljük, akkor az valóban terheléses, igen, támadás. Ezek a szemetek akartak oltatni. Sőt, ezek a szemetek klikkeltek is. Hát most mondd meg, hát igen, hogy? Nem hát, szép. Hát a franc vinni el a érted erre, az meg terheléses támadás, még az orosz hekkerek is nekiállnak itt a izére. Terheléses támadás, avagy más néven regisztrálási szándék. Igen. Nem mondjuk, ez nem olyan szép. Láttam egy nagyon jó klikkelés. Aha, a lakosság klikkeléssel provokálta az operatív törzs honlapját. Igen, terhelésesen megtámadta, hogy még gyorsan Black Friday-t csináltak a Pfizerből. Hát ott azért sokan odaértek. Na, oda, igen, de sokan nem. Én mondom, gyerekek, ha itt az Uniótól tudnánk szerezni 2 millió Pfizert, itt egy hónapon belül minden gondunk megoldódna. Sinopharm, hát csak nincs, ugye. Sinopharmot nem akarjuk, orosszal ugye kicsit félünk, de azért az megy. Itt lenne még 2 millió Pfizer. Itt pippak meg lenne a 6 hát millió. Ki tudja, hogy mennyi Pfizer készít, van még ez a 100 000. Erről a 100 000-ről se tudta, hogy ez félre van téve. Hát nem, a diákoknak. De ez a 100 000 nincs, az a fölötti van a diákoknak. Aha, a diákoknak, a 100 000 fölötti. Így van, csak őket most azért nem oltjuk, mert érettségéznek. Nehogy össze, ne így, hogy megzavarjuk a nyugalmukat azzal, hogy van nekik oltás. Jó, azért remélem, az a másodikomat nem adták oda, azért na, azért kicsit így. Az el van téve. Ja, nem, az el van téve. Van egy SB-s hűtőláda valahol. Igen. Egy kis aranydobozba. Május végére, hogy na, azért ez aranydobozba SB-nek ott van a dupla dózis Pfizer, ha az egyiket összetöri, ez, amikor meglát. Ez itt a Deák, oké, az nem nyúlunk, ez itt az Sebestyén Balázs, ahhoz sem nyúlunk, ezt kinektetük félre, azt valami, ja, igen. Ki kellett volna mennem, és na, az enyém, na, veszed el a kezedről. Álljuk ki a sorba, az enyém lesz a május végé. Na, de jó volt egyébként, is néztem először. Hát meg kellett, hogy legyünk a Fadi meccse, hát ki kellett szólni. Van a Soroksári IKEA-ban, vagy Kikában, vagy nem tudom hol, érted, mert hogy ezért ilyen 300 méteres sorok. Iszonyad úra volt. De azt képzeld, hogy 3 órán keresztül ott állsz sorban, mert hogy oda mentél hozomra, ugye nem sikerült regisztrálni, oda mentél hátha alapon, és akkor mondják neked, hogy hát van még egy kis Sinopharm, van még egy kis Sputnik V, hát Pfizer, most nincsen. Ott is úgy van, hogyha ezért mész. Házi keresztésű paraszt kenyérét, de elfogyott a kocsak. Akkor marad a félbarna, igen. Persze. Ugyanaz.
Nem. Szerda itt pénteken. Gyerekek, és láttátok, hogy egy hét múlva, illetve szombaton már milyen időjárási front közeledik? Nem láttátok? Jó idő. Hát ez figyelj. Szuper. Jövő hétfő kedve 26-27 fokot mondanak. Mindenféle átmenet nélkül olyan szinten fog bedurranni a májusi nyár a hónap közepére. Már hétvégén brutál. Dőlünk jobbra-balra, igen, iszonyatosan meleg, úgyhogy... Az komoly. Végül is május van, gyerekek, az már nyár szokott lenni. Az már egyébként, ez már igen, az már nyár. Igen, csak a viszonylag nehezen megszokható, ez az egyik nap 6 fok, másik nap 20, de... Ja, amit mondtak, nincs tavasz meg ősz. Nincs. Szinte, tehát nincs. Egy ilyen átfordulós két évszakosban megyünk át a felmelegedés miatt. Nyár tél eltűnik minden, igen. Egész múlt héten nem volt kakip is, ezért remélem most már ez valaki nagyon összeszarja magát, ez Zola küldte nekünk. Ez nem a témák miatt, hanem ez saját magáról írta nagyon őszintén a kedves hallgató, és köszönjük. Szép, hogy beavattál minket. Igen. Én már nagyon várom a frekvenciaváltás Dunaújvárosból indulva 7-8 településre szállítok ételt. Eddig 93-1-90,4 között kellett váltogatnom. A gyenge jel miatt én már régóta hallom a szörfölős effekteket, de sajnos nem csak a zenék alatt. Gyerekek, két nap múlva kettő ilyenkor nap, már. Kettő nap, május 5. Május 5-én kezdünk, így van, már a 89.5-ön, ami azt jelenti, hogy ma és holnap még folytatódik a 89.500-as játékunk, vagyis ma is nyer még valaki majdnem 100 000 forintot, és holnap is. Szerdán pedig már az új Frekin. Uh-huh. Na, hát azért az köszönjük szépen. Érthetően. Átkapcsolási idő nélkül, ahogy autózol. Így van, várjuk majd. Odaugrálás. Ha eddig jól szorakoztatok, akkor már szerdától még jobban fogtok, mert így érteni is fogjátok majd minden második mondatot is. Igen, úgyhogy nagyon várjuk az SMS-eket, a gyerekek, eddig nem hallottam, mi a helyzet, hogy van, nagyon hallom, nem szólt a rádió, imádom gyerekek, hetedikkel lakom, garázsba hallgatom, nagyon fogunk örülni az ilyen SMS-eknek. Sevesi, Bitcoin, Balázs vagy nyugaton elszabadultak a bikák az utcákon, ez okozza a medvék eltűnését az utakról. Köszönöm szépen. Az Ethereum 3000 fölé ment. Hurrá! Ahogy ezt egyébként prognosztizáltam, nem is olyan régen. Nem akart tudni, mi történik. Nem. Elfoghatatlan. Hát akkor nem is akarom tudni, hiszen úgyse fognám fel. Nem most. Szólok. Jó. Szólok. Mikor a masinista felmutat egy zöld lámpát, akkor, ha Ethereumra pályázol, nem most. Mondtam, 30 000 forinttal benne jó. A buliba. Ja, az jó. Megcsináljuk. Az jó. Keresek neked évvégére a 30 000-ből, megcsinálom neked a 31-et. Megcsinálom neked az 50%-ot. Na. Mutass egy olyan. 45-et lesz belőle. Az 50%-ot, azt egyelőre nem mondja, hogy ez bukó vagy nyerő, de az 50%-ot megcsinálja neked. Jó, gyerekek, ezt kidolgozzuk, én vagyok a kis befektető. Jó? Kis büfi. Te egy kis büfi. Na, jövünk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 1 perc múlva. Vác felé közlekedő vonat csak Vácra tótig megy. Ezt egy ilyen fura feliratban kaptuk. Érettségire igyekvők válaszolnak második közlekedési módot. Ezt ma reggel találtam a Facebookon, fontos lehet szegény gyerekeknek. Ez a Veresegyház Vác vonal. Úgyhogy ez egy fontos info, Vác felé csak Vácra tótig megy. Érettségire igyekvők válaszolnak másik közlekedési módot. Mit nem tudunk megoldani ezen a Vác vonalban? Hát főleg ma azért megoldhatnám már. Hogy ott mindig van valami, ez a Budapest-Vác, most a Veresegyház-Vác, hát nem lehet azt megcsinálni egyszer jóra. Csak így egy halk érdeklődés a részemről, tudom, hogy nincs válasz. Igen, hát jó lenne, legalább egy nap egyszer, vagy egy évvel egyszer az érettségi menjen. Igen. Fel kéne hívni Frabátot, hogy levegye róla a rontást. Azt. Igen. Kérhetnék áldást az érettségizőkre, valószínűleg, hogy megkapod az érettségiző társaimnak, kérte ezt Odett, természetesen meg abszolút meg lehet. Hát 7 óra után akkor kaptuk egy kis áldást. Ha szeretnétek, lehet, a Miskolci Új Szövetség felekezett, mindenkit nagyon szívesen megáld. Zajlanak ott egyébként az események, most a hétvégén is kaptam egy videót, éppen egy szorulást próbáltak meg, így kántálással, meg a szokásos. Számunkra halandzsának tűnő, de egyébként valószínűleg ősi tekercseken megmaradt volt nyelvi arámi szövegekkel. Megpróbálták megoldani a dolgot. Hát érdekes sikerült? Volt. Érdekes volt. Nem tudom, mert azt a részét már nem küldték el Istennek videón, amikor hogy ki jött Putin próbálja az evést adott alapon. Igen. Na, játékunkkal hogy állunk? Nem rossz, hát a múlt hetet azt ezen a héten szerintem ilyen... még egész jó. És a múlt hét is, hiszen száguldottunk. Hát a múlt héten beúsztunk mindent. 5 pontos volt a múlt hét. Hát azért gyerekek. Na. Az nagyon szépen jöttünk, igen. Az azt jelenti, hogy 5-5 hoztunk, és így 56-45-re jöttünk föl. Azért az nem rossz, nem rossz, nem rossz. Hát jobban néz ki, mint a múlt hét hétfőn. Hát az nagyon. Az egy dráma volt. Igen. Na megnézzük, kivel játszunk a reggel. Laci, hello, jó reggel, ciao. Hello, jó reggel, sziasztok. Hello, Laci, honnan hívtál minket?
Fejérvárról lakok, de most Nagylókon. Nem vagyunk horgászni, 3 napon. Júj, de jó. Ha de no. Azt mondja, horgászni csak vérettségével. Éjszakai horgászni csak vérettségével. Horgászunk is, de vérettségével lehet csak horgászni. Van? Van kopás. Éjjel 2-3 fele. Nem, védettségi van. Védettségi van, egy kérdezőben. Védettségi van. Ja, ez, ez magántó. Ez magántó. És a tulajdonos tud róla, hogy bemásztatok? Igen? Igen. Tudja, hogy ott vagytok? Jó. Nehogy a szárátok hívjott a rendőröken. Nem, most csak mondom, hogy ez mindegy, hogy magántó vagy nem magántó. Az éjszakai horgászathoz akkor is köl. De miért egyébként kivel találkozom éjszaka? Senkivel az ég egyet a világon. Uh-huh. A halaknak ne add át, tudod? Mert igen. Éjszaka a hal érzékeny a Covidra. Nappal nem érzékeny, de éjszaka érzékeny. Covidos lesz a víz. Ez az jó hülye dolog éjszaka. De gondolom az is az, hogy inspiráljanak oltásra, vagy hogy tehát hát, ennek inkább az én is ez. És melyik ez a magántó? A Balaton? Nem, Fertő. Fertő. Piroskató. Igen, Fertő. Piroskató. Júj, Piroskató, szoptam? Ez a neve? Ez a neve, igen. Piroskató. Hmm. Piroska. De ez ott közvetlenül ott van a Szopta mellett. Az is egy tó. Szoptató. Tató. Piroskató. Kivel játszanál, Laci? Veled játszanak, Balázs. Nagyon jó. Na, hát akkor. Aztán essünk ám egymásnak jó keményen. Csapassuk, csapassuk. Bitcoinos kérdés lesz? Lesz, igen. Bitcoinos kérdés? Na, akkor hát na. De Laci nem ért a Bitcoinhoz. Mi? Onnan tudod. Nem értek. Így a hangja nem alapján. Értek hozzá. Igen. Na, hát akkor látszik. Én meg a horgászathoz. Tehát, hogy ez egy... Meg kell találni a közös pontot akkor. Meg kell találni a közös pontot. Na jó van, Jani. 3, 2, 1, fire! Na volt kapás este? Éjszaka? Volt kapás. Mit fogtál? Pontokat fogtunk. Nagyot? Kettőt. Fogtunk nagyot, 8 és feles volt az első. Azt a minden. Az ilyen délután 4 óra körül. Mivel mész? Bojlival? Vagy mivel mész a pontra? A Bojli is, meg Gilista is. A Bojli az jó büdös. Hát jó, nagyon jó büdösek, igen. Különböző. Ott volt igen. Az ilyen. Ott volt nagyon az jobb üdösség, igen. Értette, ez kicsit ehhez is értek. Kicsit ehhez is értek. Érte kicsit a bojlit. Bedobtam a bojlit, ráharapott, kivettem a befőttes üvegből, fölraktam a horogra, bedobtam. Már rá is harapott. Te érted, hát horgászik 10-ből 9 dolog büdös. Érted, már húzom ki Lacit, érted, a szájába bele van akadva a horog, kiszedem a horgot, megnézzük, visszadobjuk. Fertőtlenítsd. Igen, kis halmótán, ne haragudj. Nézz vissza a vízbe. Játszik még valamikor, amikor majd kapitális leszel. Laci, hát mi van? Hát nem semmi, fárasztás, hogy érted? Csak bedobtalak, már jelzett a kapás jelző. Ennyi. Ezt csináltad, már ott is voltál horgon. Megakasztotta, fárasztotta is, kész. Na? Majd legközelebb, hát próbáljuk. Uh-huh. Igen, nagyon gyorsan berántott a csónakba a Balázs. Be. Azonnal etetni se kellett előre. Így be, van. Fenekező szedte, oda mentem azt. Amúgy Balázs, mit kerestél te a szomszédnak a háztetején szombaton? Árkélyén. Ezzel időzünk el ezen a kérdésen. Hogy voltál? El a legjobb. Kérem? Szomszédnek az Árkélyén. Láttam, vitted a nagy létrákat, aztán mászta a szomszéd Árkélyére. Azt te honnan tudod? Hát arra bicikliztem, akkor pont ott voltál, ez a nagy létrával. És láttad, hogy itt van létrával, mászom föl a szomszéd erkélyére? A gyerek drónozott egy kicsit, aztán volt egy kis fennakadás. Háj, de jó. Na, hát tényleg voltam a szomszéd erkélyén. Szerencsére a szomszéd lakás felült, és volt egy létra ott a házánál. Aha, igen. Te ott mentél-e bringával? Aha, ott álltam. Ezt néztem, hogy nagyban viszont a létre. Mondjuk tollas azért nem nagyon tudsz, de... Mit? De meddig álltál? Mi? Láttad, hogy ott vagyok, és vittél egy camping széket, meg nem, egy kis... Nem, egy ilyen 10 percig álltam csak ott. Azt hittem, hogy mit csináltam létrával ott. Balázs ilyen sűrűn tölté meg az idejét. Egy 10 percben belefér egy kis drónozás. Meglátogattam édesanyám, anyámikat Velencén. Mondjuk tolasozni, annyira jól tolasozom, hogy lábbal is megverlek, Laci, akarod. Tehát, hogy azt kikérem magamnak, hogy nem tolasozom jól. Tolas teniszt nagyon megy. Az egy gyerek drónozott egy kicsit, és hát történt egy kis, hát hogy is mondjam, baleset. Ugyanis a drón a levegőbe volt, ő meg mondta, hogy fogja meg a távirányítót, én meg beraktam a hónom alá a távirányítót. Igazi okos. A drón meg fölcsapódott a szemben lévő falra. Ma kell visszavinnem, nem lesz egy kellemes beszélgetés. Bérel drón volt. És hát a darabjai azok beestek a szomszéd erkére, ezért egy létrával bemásztam. Nagyon jó. Legyen nagy képű a visszavívésnek. Ilyen szart adtatok ide, széthullottak, egy kicsit, azt leesett róla minden. Össze-vissza repül, nem mire. Nem és akkor te egy meglátsz híreségeket, és akkor lehorgonyzol figyelni őket, Laci? Hát,
Pár percet figyeltem, csak hogy... Pár percet, ja, persze. Az árnyékban, a drón és a tolásozás között eltelt egy 3-4 óra, csak mondom neked, hogy te ez akkor ez a típusú celebleskedő vagy. 10 percnél több nem volt. Laci, menjünk már tovább, kerüljük már meg a Velencét. Micsoda, létrára mászik. Laci, egy órája itt, tehát nézd már meg, most tollasodsz. Menjünk már egy lángosén. Laci, 3 órája leskedsz. Jó, de most ebéd az anyával, és már megoldtesszük az anyával, hogy szokott tenni a száján, teszi be az étel, de fura. És Balázs, milyen kedves voltál a kedves kis feleséget, ez a szőke kis gömbölyded lány hozott a nád mellett. Hupszi! Az már én voltam. Hupszi! Ott már valakivel összekevertél. Nagyon jó, na őszintén, mennyit álltál ott, de tényleg őszintén. 10 percet. Negyed óra maga. Miért nem jöttél oda? Vagy csak így megállsz és annak nézel? Annak biztos örültél volna. Szia Balázs! Miért állsz így az elétre, Balázs? Tős hallgatotok a kacsitautómról. Na jó, van. És mi, ott horgáztál, vagy Velence tavat kerültél bringával? Velencei tavat kerültem, meg Nadapon voltam, Sikoron, bejártam így az egész környéket. Nadapon bringáztál, az nagyon szép. Az gyönyörű, az nagyon jó szép. Hely. Hát jól van. Lacikám, megbeszéltük. Hát, majd legközelebb akkor. Milyen durva, hogy el is felejtettem, érted, hogy létrával másztam be, és erről Laci, most nem is tudtam, mire gondol. De tényleg így volt. Laci, köszi a játékot, a pontot azért beírjuk. Köszi. Ciao. Hello. Szia. Hello. Na, ez kellemetlen, ezt béreltük, ezt a drónt, érted? Ez egy komolyabb drón. Tehát azért, hogy ne kapjon. De minden eleme megvan. Tehát sem. Csak darabokban. Hogy is, olyan picit köhög. Egyik rotor, másik picit rotor. Köhög. Nem úgy mozog, mint előtte, nem olyan frissen. Aha. És ráadásul az első felszállásnál gondolom. Nem, tehát, és az a durva, hogy a gyerek olyan ügyesen drónozik. Hát, olyan jó, olyan ügye, úgy megy vele, úgy olyanokat. Figyelj, olyanokat tud ez a drón. Ezt tudja azt, hogy kijelölt. Hát most is tudja, csak mondom, követ. Igen, nem úgy. Már most másképp tudja. Hát nem egészben fogom visszakapni a kauciót. Nem olyan olajozott. Nem olyan olajozott lesz majd ez a beszélgetés, meg a kaució visszaadás, amit le kellett rakni. Repülte nem sokáig, és nem mindig visszintett. Szeretne egy nagyon profi drónt. Igen. Mondtam, hogy oké, akkor béreljünk ki egy jót, és akkor nézd meg, hogyha a karácsony, a szilveszter, a jövő év, a bizonyítvány, a ballagás, az érettség és az egyetemi felvételi jó. Akkor esetleg el tudunk róla beszélgetni. Pénteken repült, imádta, ügyes volt, stb. Szombaton nyakra vágtam. A gyerek két napig lógóorral sétált. De ugye még van egy napunk, apa. Ugye kivesszük még egy hétvégére. Ugye még azért egyszer valamikor kibérelet. Sose láttam még ilyen szomorúnak. Ez egy komoly drón, de tényleg. Drága, nagyon. De lehet bérelni, bár pár ezer forintot ki tudod bérelni hétvégére. És azt tudja a drón, hogy kijelölt téged, mint célszemét, és követ a drón. Lerakod a távirányítót, bármere mész, mint a kis gazdád, így megy utánad, vagy mint egy ilyen kis ellenőrző robot. De jó. Biciklizel, jön utánad. Be tud programozni, hogy megkerüljön bringázás közbe. Figyelj, olyanokat és tud. Nagyon szépen köszönöd a tippet Hatházi Ákostól. Hatházi Ákostnak külön köszönjük a Tibor birtok mellett, hogy ezek nagyon jól működnek. Igen, ahogy éppen megálltam, hogy drónozik, megálltam. Uram, uram, tud segíteni, ha a gyerek nagyon szeret. És mit csinál itt a Tibor birtok mellett? Nem, a gyerek nagyon vágja ezt. Iszonyatosan, hogy melyiket kell, miért az, hogy, stb. Fél brutális, hogy miket tudnak már. Elképesztő. Fölmegy úgy 500 000 méterre, hogy nem látod a drónt. Távolságban 10 kilométerre tud elmenni. A szomszéd háztetőre is fölmegy úgy, hogy nem látod. 1000 méter, és ha jön valami... Oldja meg. Akkor nem az én drónom. Elmész, megebédelsz, eztek még két gombóc fagyit is, valahol két gömböt, és ez még mindig valahol ott van. Nem, ezt ilyen reklámfilmforgatásokra használják. Tehát a gyereknek ez egy ilyen tak. Tudod, hogy megy el a fejed fölött? Összeszarod magad. Olyan hangja van, olyan gyors, úgy változtat irányt, úgy repül. Tehát a gyerek az iszonyat, hogy megy vele. Tudod, amikor már... Neki megy. Adod, na jó, itt van, fog megcsinálni. Hagyjad majd a pályázat. Na jó, itt van videó, akkor inkább irányítsd, majd én nézem. Az olyan unalmas, amikor áll a rudli, tudod, akkor fölé megy a drón, abban a pillanatban megindulnak a négyes felé, és keresztbe, és a 300 őz, tudod. És akkor a drón megköveti. Az szép látvány. Nekicsapódott a szomszéd házának. Igen. És a darabok azok az erkélyen landoltak. Mit csinál élelmes apuka? Szerez egy létrát, és bekopog a szomszédhoz, hogy csókom, itthon tetszik-e lenni? De nem anyám voltak. Anyám még a szembeli válasz, de nem voltak. Ott volt egy létra. Hát akkor az minden ez van a ez a rendes fa létra. Hát akik ott bringáztak, azok azt látták, hogy... Hogy Sebestyén Balázs ez a Sebestyén ez éppen bevászik egy másik házba létrával, és a kétségbe esett sírásra vigyedő gyereknek a drón darabjait szedi össze. Ez is az enyém, csak elvesztettem a kulcsot. És minden az enyém. Az egész az enyém. Az jó, mert tudod, ki lakik ott, a jegyző, azt, hogy...
Kellemetlen, tudod, és oké, hogy bérlés, meg kifizetem, mert minden annyira a pofámról lesül a bőr visszavinni, majd így, hogy akkor... Ezzel meg hát étem a harmadszat. Ragazd meg izébe, pillanatragasztóval ragaszt vissza a propellereket. Az... Hogy nála essen szét. Csak nem próbálja. Az szerintem az izé. Hogy hopp-hopp, óvatosan, tessék. Elnézést, uram, jól láttam, hogy itt megragasztotta? Nem, én már így vettem át. Volt pák, hát volt pák. Igen. Repülve vidd át. Tehát, hogy fönn van, nem látja, ne a kezébe ad. Fönn van, sadát neki a távirányítót. És a drónot lebeg az üzletelő. Most is fönn van, nem tudjuk megúrni. Tessék, szavaztok! Igen, iszonyat félelmetes egy ilyen. Tehát elképzeled azt, hogy ez így 10 év múlva, 20 év múlva, hogy sétálsz egyedül a rakparton, hogy berepül föléd egy ilyen, és így végig szkennel, és beszól rajta az operátor, hogy kérem, fáradjon haza, tudod, és ott repül egy ilyen drón, összeszarod magad. Fél, nagyon durvák ezek a cuccok már. Tehát felejtsd el, ezt a kis aranyosan repül, ízé, olyanokat tud, úgy repül, olyan képességei vannak, hogy ez valami egészen elképesztő. Látják, amikor a caterpillar kiveszi a fehér kocsagos táblát a földből, és elkezditek építeni a mélygarást. Igen, na, akkor előbb mondjuk. Úgyhogy hát igen, eseménydús volt a hétvége. Tudtok egy jó drónbérlőt? Illetve valaki, aki visszaviszi. Illetve valaki, aki azt ne lenne vissza. Lenne egy sors melódba. Egy tízesét nem viszed vissza? Olyan kellemetlen lesz. Na, jövünk mindjárt a hírek után 3 perc a pontosan 7 óra. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. 7 óra után 13 percen itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Bali légtér használati engedély, megint úgy jársz, mint a Balaton jegén, írta valaki, köszönjük szépen. Igen, Robert, ugye a drón használatról meséltem egy kicsit, hogy miért ne repüljön papa a drónnal, miért hagyja, hogy a gyerek drónozzon, ugye? Miért, ez már nekem. Miért nem jó az, hogy apa fog meglécni, és a távirányított egy pillanatra, ugye? Miért nem szerencsés? Miért nem jó az, hogy olyan foglalkozik a drónnal, aki ért is hozzá? Igen. Vigyázz, Bali, ezzel az erkély létrával a szájár vonaton nincsen fél. Az ereszem. Arról biztos lett volna a videó. Van róla, igen. Nem volt túlságos a szerencsés, nem visszamásztam a létrán, egyébként az alkatrészt megtaláltuk. Üdvözlöm azt a kis buszost, aki a budai alsó rakparton araszol, megállt, összeszedi az út közepéről egy széttört dísztárcsát. Vannak még rendes emberek. Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen az M0-áson, az M3-as felé az Ecseri kijárat előtt. Gyalogos a leálló sávba, mindenki figyeljen. Ezt Laci küldte nekünk. Ne triszkod, ne arra, ugyan elvettem a kenyerét. Nagyon jól csináltad. Elnézést, de akkor a héten visszaadom majd, jó? A közlekedési hírek támogatója netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál. Bízz a profikra, ne járja volna úgy, mint a drónnal, tudod. Ja, igen, is van. Sajnos Balázsak továbbra is torz a mikrofonja. Tudsz ezzel valamit csinálni, Zsül? Nem vagy túl tolva. Kapsz két marha nagy pofon? Nem. Túl tolva? Túl tolva hétvégén vagyok mindig. Péntektől vasárnapig. Igen, péntekig szombat esőjök túl tolva. Ilyenkor már józanodom. Semmi, nem, de többen írják. Tehát ez valami lehet. Fülej. Old meg, légy szíves, a problémát. Hallgass meg, kint menj le a kocsiba, kapcsold be. Ott kis rádión, szokolom, bármi. Majd adunk egyet. Hegyeshalom 3-4 óra várakozás Ausztriával. Köszönjük szépen. Na, egy... Kettő, igen, majd erős beszélünk, bejelöltem. Na, mit szóltok ez a soproni üzlethez? Hát nagyon helyes kis posztot tett ki egy soproni üzlet. Arról szól, kedves mindenki, így szól, ugye hát hétfény most már terasznyitás, étteremnyitás, belehúzott mindenki a bulizásba. Nagyon keresjük azt a vendégünket, aki a tegnap éjszakát a férfi WC-ben töltötte, mert véletlenül bezártuk oda. Írta ki ezt egyébként egy soproni hát mulatozó hely. Nagyon sajnáljuk, ezért szeretnénk, ha elfogadna tőlünk egy általa kiválasztott italt. Aki megmondja, hogyan sikerült a kiszabadulás onnan, már is kérheti a pultnál a kedvencét. Nagyon bízunk a keresés sikerességében, köszönjük a megosztásokat. Írta ki ezt egyébként a hétvégén egy soproni kávézó, bár, étterem üzletvezetője. Honnan tudják, hogy bezártak valakit, ha nem tudják, hogy ki az? Igen, honnan tudják, hogy be volt zárva, ha nem látták, hogy be volt zárva? Ugye, ha reggel már nem találták ott, tehát ez is egy jó kérdés. Igen. Kettes kérdésem, hogy alszol el úgy egy kocsma WC-n, hogy nem veszed észre, hogy bezárnak? Hogy zársz az még úgy, szerintem kivitelezhető. Hogy nem nézel, hogy ráülsz, leülsz, kakilnál egyet, picit, ráborulsz, igen, és olyannyira be vagy állva, matán vagy, hogy, hogy egyszerűen elalszol. Megtámasztod egy picit a falat, aztán igen, úgy maradsz. De hogy a Feri azzal szerette volna folytatni, hogy egyébként a helynek, az alkalmazottai nem néznek körbe, mielőtt szerintem, bezárják. Szerintem arról van szó, hogy a csávó bement a budiba. Aha. És valószínűleg nem gyújtott lámpát, nem? És nem látták, hogy ég a lámpa.
vagy mondjuk automata lámpa. Tudod, vagy automata lámpa van. Ja, az is egyébként. És akkor világít 3 percig. Igen, és azt lekapcsol. És akkor ő rá lekapcsolt, hogy megbékésen benyitott valaki, azt mondta, ó, nincs itt senki, sötét van. Vagy reggel, amikor bementek, akkor látták, hogy a WC-nek az ablaka az ki van nyitva, és fönn van rajta akadva egy alsógatya, érted? Vagy valami. Jó, ez már vagy bementek reggel, és azt vették észre, hogy egyébként az italpultnál minden meg van bontva, egy csomó üres pohár van, meg üres üveg, tehát itt valakinek lennie kell. De hogy tudják, hogy benn volt, ha nem látták kijönni? Na, ha nincs nyoma, hogy kiengedni. Ha nincs ott, amikor te keresed, vagy amikor megnézed, akkor nem tudod, hogy volt ott valaki. Érted? Okay. Tehát hogy jött ki, ha nem tudják, hogy benn volt? És kinek van még kulcsa az épülethez? Én ezt is megkérdezném, mert ugye a tulajdonosok és az alkalmazottak nem nyitottak még ki. Valaki viszont úgy engedte ki a csávót, hogy nincs nyoma. Igen. Nem törték fel az ajtót. Na igen, mert ha feltörték, van, belülről kifelé van kiszakadva a zár, akkor igen, az úgy igen. De azért ahhoz mennyire matton kell, hogy legyél, hogy elalszol a WC-n? Nagy volt az azért ahhoz azért nagyon meg kell húznod ezt a terasznyitást, hát ez az nem? Ez úgynevezett terasznyitási öröm. Oké, hogy ezt sokan átélték itt az elmúlt 1-2 hétben, de azért ahhoz nagyon készen kellene. Ráadásul azért általában nem mész egyedül WC-re. Tehát van egy barát, van egy ismerős, van egy barátnő, van valaki, aki kint vár. Azért az is egy érdekes dolog, hogy... Hát jó, ez mondjuk csajos szokás. De nem, hát azért de akkor... te nem egyedül mész el egy étterem WC-be, ülsz egy asztaltársaságnál, ott vagy, valakikkel beszélgetsz, hát valakinek... Menjünk együtt pisilni? Nem, amikor elmennek a helyről. Nem tűnt fel, Józsi? Hát azért most elmennél a stábosi WC-re, azért előbb-utóbb elkezdenénk keresni, hogy utoljára a WC felé mentél, ja, de nem vagy nem meg. Nem jelzett senki, sokan voltak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-an voltak, vagy 9-en. Igen, hogy ahogy azért ez egy érdekes, hogy azért valakinek csak feltűnik, hogy fiam, Józsi elment visíli egy negyed órája, Józsi nem jön vissza, Józsi benne a szigat. Józsi, jó, akkor attól jó, menjünk haza. Jó, akkor holnap korán kell. Igen, Józsi, jó, biztos haza menne. És ő meg matra verve alszik a WC-n. Tudjátok, milyen a csaja. Jó, és azért nézzük meg a másik oldalt, érted? Kihozzanodsz. Hajnali 4 óra, elkezdesz felkelni. Hol anyámba vagyok? Bevered a fejed a bidébe. Igen. Felkezd, fogod a fejed, rájössz, hogy alszol egy WC-n. Elkezdesz ott hallgatózni. Ott sötétben, és elkezdesz tapogatózni. Rájössz, hogy full sötét van. Hol a jó Istenben lehetek? Hol a kapcsoló? Csönd van. Mi ez a puha? Mi ilyen büdös? És rájössz, hogy be vagy zárva egy budiba az étterembe úgy, hogy egyre riadtabban dörömbölsz, és nem nyitja ki senki, mert hajnali 4-kor vasszak, senki nincs az étteremben. És a feleségednek vagy a barátnődnek kiabálsz, mert azt hiszed, hogy egyébként otthon vagy. Nem hívták telefonon? Otthon nem hiányzott? Valószínűleg nem. Egyedül. Józsi, itt hagyta a telefonját, majd holnap visszaadom neki. Szerintem azért az valahol menő fölébredni egy budin hajnalban. Nagyon jó. Nagyon azért lehet. Szerintem ebben van, tudod. Kicsit szomjas vagy, kibotorkálsz a WC-be, fölkapcsolod a lámpát, realizálod, hogy úristen, engem ide bezártak, és egyre kétségbe esetted, dörömbölsz. Előbb-utóbb tudod, hogy kinyitnak. Az tök jó, tehát, hogy jó, persze nem annyira megnyugtató, de szerintem az első 1-2 perc, amikor tudod, hogy össze van zavarodva az ember, és nem tudja, hogy te konkrétan nem tudja, hogy hol van, azt szerintem az óriási. Tudod, amíg rájössz, meg így realizálni, hogy mit csináltam, hol viszont vagyok, otthon vagyok. Szerencsés, mert hájnod kell, nem kell messzire menni. Igen. Tehát felkelsz, hájsz, azonnal tudod, ugye ráfordulsz a budira. Tehát ez egy jó dolog. Igen, azonnal. Igen, ha szerencsétben van padlófűtés, igen, akkor ha innen még fel se valamit, fázol. Akkor nem kell messzire menni, igen. Ott a pult. Uh-huh. Szerintem egyébként ez rock'n'roll. Szerintem budin ébredni, bezárva egy étterembe, ez tipikus az a sztori, amit mesélsz. Keresel valami hideget, érted, mikrót, megmikrózod egy kis pizzát. Azt nem tudom, hogy ő az étteremből ki tudott-e jönni. Nem, szerintem nem. Egyébként ez egy jó kérdés, hogy ő akkor kolbászolt az étterembe, és az étterem ajtaját verte, vagy a budira is rázárják az ajtót, és ő a budiba maradt beszorul. Na, de akkor meg tényleg ott van a kérdés, de. Nem nézel be, mielőtt bezárod az ajtót? Az éttermen belül lévő budi ajtaján, ha te dörömbölsz, az nem hallatszik ki. Hát meg azt nem biztos, hogy bezárod, ez nem zárod. Miért zárod? Akkor ő ott maradt az étterembe, érted? Mi van, annyira részeg volt, hogy magára zárta az ajtót, mert nagy dolga volt, magára zárta az ajtót, és aztán... Jó, de akkor is odamész, hát lenyomod a kilincset, persze. Nem tudod kinyitni. Igen. Na mindjárt megkérdezzük az üzletvezetőt velünk. Tünde, hello, Tünde, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok! Hello! Hát mindent sorra vettünk. Minden eshetőséget átvettünk. Mi az igazság? Jó, budiba maradt bezárva, vagy az étterembe? Igazából az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nálunk a WC az egy külső WC, tehát a teraszról nyílik, és maga a kávézó rész az külön helyiségben található. Esténként záráskor mindig meg szoktuk nézni a WC-ket, természetesen ellenőrizzük. De a terasz végében ott egy toj-toj? Nem egy tojtó, nyilván, hanem ez egy tényleg kultúrát, nagyon szép tiszta WC-ről. Beszélünk padlófűtéssel, wifivel, mindennel ellátva, mozgási érzékelős lámpával. Csak az illető, akit a mai napig nem tudunk sajnos, hogy ki,
tehát a kilétéről nem tudunk semmit. Hát azt mondta egyébként, amikor kiengedtük, illetve hát a kollégám kiengedte, hogy az eső elől menekült be a mosdóba. Nem tudom, mert az eső az már zárás előtt 2 órával elállt, úgyhogy... Hát ő már akkor bemenekült. Nem perc kijönni, hát ha esik még. És akkor a kollega egyszer csak ráfordított a zárásnál az ajtót, mert hogy nem égett bent a lámpa, a mozgásérzékelős lámpa? Igen, tehát a mozgásérzékelős az előtér, és a belső lámpát nem kapcsolta fel, amikor ő bement, és magára sem csukta az ajtót, tehát az ajtó is nyitva volt, és nekem ezért nem fordult meg a fejemben az, hogy ott bárki lehet, és szegényre rázártam a külső ajtót, és tényleg nagyon-nagyon sajnálom, és ezúton üzenem neki, hogyha hallgatja a műsort, akkor ne haragudjon rám. És már józan. De akkor ő a WC-ből ki tudott jönni, akkor a teraszon vagy az étteremben maradt bezárva. Nem. A WC-ből már mint a fülkéből magából kijött, de a WC helyiségéből nem tudott kijönni, mert ugye én azt láttam be. Arra zártad rá az ajtót. Uh-huh. Igen. Wi-Fi egyébként van a WC-ben, tehát azt is tudta akkor volna. Akkor elvolt. Óriási vagy, még Wi-Fi, padlófűtés. Na, akkor nem egy klasszik sorjázatlan fenyőfaleszkából készült színecské sajtós. Nem, nagyon együtt érzek vele, én nagyon sajnálom, nagyon szégyellem magam emiatt, hogy ez így történt. De és akkor a kolléga kiengedte reggel? Igen, mert a Deák téren ott sétálgattak, kutya sétáltatok, és ők hallották meg azt, hogy dörömből, és ők hitták fel a kollégámat. Mennyire grotesz. Oda valaki nagyon kiabál. Igen, egyébként délután nyitunk minden vasárnap, és hát szegény egész nap még ott lett volna, hogyha nem hallja meg ez a nagyon kis. Jó, hogy vasárnap, hát igen, hát egy étterem az mit, 11 kávézó cukrázat, az körülbelül ez a nyitás. Igen, és ami még a dolognak a pikantériája, hogy szegény, nem tudom, annyira meg volt illetődve, vagy lepődve, vagy szégyelte magát, hogy mikor kinyitotta a kollégám az ajtót, még be is mutatkozott neki, csak a kollégám nem figyelt. Jó napot, én a Horváth Lajos vagyok. Engem sem kérdezik, hogy Horváth Önön. Na, köszönöm az éjszakát, köszönöm. És most keresitek, hogy kárpotoljátok valamivel? Igen, nagyon szeretnénk őt legalább egy italra meghívni, amit ő választott ki az étteremből, és hát a kávézóból, de nyilván tiszteletben, hogy ma meg tudnánk nézni igazából a kamerafelvételeket, a teraszt kamerafelvételeit, de tiszteletben szeretnénk tartani azt, hogyha ő nem kíván, hát hogy is mondja, nevét adni ehhez a tettéhez, vagy történethez, akkor ezt mi tiszteletben tartjuk természetesen, úgyhogy azért is írtam ki azt tegnap, hogyha szeretne, akkor jelentkezem, mert nagyon szívesen vendégül látjuk legalább egy italra őt. És mondott valamit a kollégának, hogy mit csinált, vagy hogy mennyire ijedt meg, mivel töltötte az időt, vagy csak ilyen gyorsan bemutatkozott és elmenekült? Igen, igazából szerintem ő gyorsan el szerette volna hagyni a helyszínt. Én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy nem volt kellemes ott egy egész éjszakán keresztül. Igen, érdekes, mikor térsz magadhoz, ha reggel, akkor azért nem olyan nyomasztó, ha hajnal, amikor felkelsz, és tudod, hogy még mennyi az idő, és hol vagy bezárva, akkor azért az nem annyira kellemes. Igen. Én tényleg nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, és tényleg még egyszer elnézést kérek tőle. Hát belehúzott a terasznyitásba. Nincs ezzel baj. Dübörgött a wifén is maradtam volna. Így kell csapatni. Szerintem ebben van rakendről. Egyébként így nagyon jó, mert így város szerintem nagyon pozitívan vették a dolgot. Voltak olyanok, akik tegnap jelezték, hogy ők a párjukat szeretnék bezáratni, és hogy csak kell ezért fizetniük a kávézónak. A tegnapi vendégek lejelentkeztek, hogy ők mosdóba mentek, csak szólnak, hogy nem véletlenül. Tényleg nagyon pozitív volt így a visszajelzés, de én tényleg nagyon sajnálom őt. Jó, hát ha előkerül, igen, akkor azért azt tegyétek ki a Facebook oldalra, mert nem is az arcát, csak hogy előkerült, meglett, kapott egy italt. Szerintem tök menő visszamenő, hogy én voltam, akit bezártál. Ma szerintem többen fognak ezt oda menni. Ezt mondani, hogy vigyázzatok. Én voltam. Az ötödik emberén már gyanakodjatok. Jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mégis, hogy felkeltettem az érdeklődést, és örülök annak, hogy végre nem csak a Covidról van szó a médiában, úgyhogy tényleg nagyon örülök neki, köszönjük szépen. Mi is örülök. De azért egy covidos kérdés, azért a kolléga megkérdez, hogy volt-e rajta maszk egész éjszaka. Ugye azért ez fontos, igen, azért, hogy hát azért a szabályokat betartottuk. Most mindegység igazol velünk, van-e, hogy itt alszogatunk. Igen. Na nézzük azért azokat a papírokat. Csak a papíros. Na jó, de írjátok ki, ha megvan, jó? Mi jó, szeretjük remélem, őt, tök jó arc. Nagyon szépen, és szerint én is így gondolom egyébként. Köszönjük. Köszi, szépen. Köszi, ciao. Hello. Igen, amikor szülő vagy, és nincs meg a gyerek, vagy fér, vagy feleség, és úgy várod, hogy megjöjjön. Akkor nem az, hogy hol a gyerek, nem tudom. Na menjünk.
Igen, azért az úgy nem rossz. Nem rossz. Én is jártam egy buli után, beestem a padlófűtéses konyhába, azt hittem már az ágyban vagyok, elaludtam. Szerintem nálam is ez lehetett, megértem. Életem első berúgás, egy játszótéren ébredtem fel, kis házban, busz megállóban érve vettem észre, hogy elhagytam minden életom. A tenyeremen mutattam a buszosnak, annyira matton voltam. Azért az... Azért a tenyeredet mutatod, mennyire készül. Haveromat a cseppkőbarlangba zárták be éjszakára, 15 fok volt. Beesett a vízbe, aztán reggelig aludt, annyira részeg volt. De most várj, csattak részeken mentél cseppkőbarlangot látogatni. Aha. Az nem az a helyszín, ahol berúgsz, nem? Nem kifejezetten. Nem. Bár ott előtte van egy kis büfé, egy pár tüske, nehogy fázunk bent a 15 fokban. Egyébként sokan jártak így, a McDonald's-ba mentem el kakilni matrészegen, hajnalban a takarítónő ébresztett. Ezért haladott a kis partvista, hogy többször megkiütődik a budi ajtónak. És az ajtó alatt megjelenik egy partvis fej. Hol anyába? Egyszer én is bealudtam egy diszkóban a vendégtérben, egy szombati uliban, szépen szundikáltam egy fotelben, lestandoltak a pultot a csajok hajnalban, órákig ott voltak, észre sem vettek, elment mindenki, nagyon nem zavartak. Arra ébredtem, hogy a zsebemben rezeg a telefon, apám hív, körben hiszem, világított a sárga kukorica sör, meg a piros kóla reklám. Képzelhetitek, milyen érzés volt. Hol a francba vagyok? Aztán, miután tudatosultam, úgy voltam vele, hogy roppi meg chips van, ital van, szerdán nyit a hely, addig kihúzom valahol. És ez volt szombat éjszaka. Aztán kiderült, hogy van a diszkó felett egy étterem, ahol sikerült kijutnom, össze vannak kötve egy lépcsőházban. Vasárnap is nyitva voltak, felhívtam őket, hogy szívesen foglalnék asztalt, ha kiengednek. Jó, te jó. Látom, ez a bezárós dolog, azért ez sok mindenkivel megtörtént, igen. Én aludtam huligán koromban ugyanígy egy buli helyen a WC-n, engem reggel ébresztett a takarítani, hogy nem akarok a hazamenni. Adrián küldte nekünk. A koliban megbontottunk egy üveg friss almapálinkát kóstolva céljából, majd egyszer csak felébredtem a WC-n, gondoltam, még pihenek egy kicsit, aztán bemegyek egy szobába, egy idő után erőgyűjtve kinyitottam az ajtót, és egy városi kocsma takarítónője jött velem szembe, aki nagyon meglepődött. Figyelj, akkor ezt akkor sokan csinálják, nem? Hogy ez egy történet. Hát nem is, hogy csinálják, hanem ugye... A vagy buszon, metrón, kisföld alattin, BKV-n, hát egy csomó helyen ott lehet ragadni, ha belegondolsz, nem? Hát inkább a kocsma. A BKV azt szerint az klasszik, igen, de ott azért kocsizimbe szólnak, hogy... De ott mész egy kört, ugye a fordulóba. Uh-huh. Mész még egy kört, de valahol nem vették észre. Nem vették észre. A haveromat a buszos zárta be a buszban, a kis ablakon próbált meg kimászni. A pölcső. A kis buktatos. Ezért az is nagyon kellemetlen tud lenni, igen. Algyőn a Nautilus diszkóban én is elaludtam a fotelban, reggel 6-kor keltett a takarítónő. Algyő Nautilus diszkó. Nagyon jó hangzik. Hát gyerekek, komolyan mondom, a ibizai pacsa nincs annyira komoly szinte, mint az algyői Nautilus diszkó. Algyő Nautilus. Egy legenda. Jöttök a Nautiba. Hogy lehet ilyen nevet adni a diszkónak, hogy Nautilus? Nautilus. Jézus, Atya Isten, hova mentek? Nautiba. Nauti. Hétvégén? Nauti. Ha? Egy szőke kóla, Nautilus. Iszunk valamit? Algyű. Algyű, Nautilus. Jaj, de szeretem. Na jól van, jövünk mindjárt. Egy perc, pontosan 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után. Na, Balázsék a Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan egy perc múlva, 89.5 Rádió 1 kaptuk SMS-ben. Hát holnap után már ezt mondhatjuk magunkról. Így van. De most még nem, és nem is kell küldeni. Köszönjük szépen, ne küldjétek, jó? Uh-huh. Majd 10 után figyeljetek. Ma hívunk viszont valakit, aki nyert 89.500 fontot, és még holnap is. Szerdán, gyerekek, pedig szerdán. Egy új frekvencia. Hipertér űrugrás. Mondhatni, átülünk egy Forma 1-es hasonlattal, átüljünk, most éljünk mindenfajta hasonlattal. Tessék, Forma 1-es hasonlat. Forma 1-es hasonlattal átülünk egy Ferrari-ból, egy Ferrari-ból. Nagyon szépen megyünk. Átülünk egy McLaren-be. Igen. Autós hasonlat. Okay. Egy BMW-ből átulunk egy Mercibe, bocs, ezt ki kell csinálni. Oltásos hasonlat. Nem menjünk át, mert akkor már Honda-ba ülni. Oltásos hasonlat. Sinopharm helyett Pfizer-ek leszünk. Aha. Okay. Nagyon jó. Mi a hasonlatot tudunk még mondani? A legjobb a kínai. Tessék? A legjobb a kínai. A legjobb a kínai. Így van. Nem csinálunk soha, de a legjobb a kínai. Igen, azért kiszortunk gyorsan Black Friday volt pénteken. Jobb a kínai, de azért 100 000 álltak sorba. Csak arra mentetek. A kínai, hogy ez lesz akkor szerdán tulajdonképpen. Jó, luxus kategóriás frekvenciát. Makrigialosz helyett Maldív sziget. Sátor helyett 5 csillag. Sátor helyett lakóbusz.
A kis föld alatti helyet a Shinkansen, a TGV. Így van. A Vácrátót vonal helyett, ahol nem érnek oda ma az érettségizők, mert nem működik, ahhoz képest Tokió, nem igen. Tudom, Kyoto, Shinkansen. Így van. A MÁV helyett bringára ülünk. Úgyhogy ez lesz, várjuk majd az üzeneteket szerdán, jó, hogy mennyivel szólunk jobban, ottól eddig nem szóltunk. Mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, leginkább azokban a körzetekben, ahol nem szóltunk. Smiley jelekkel, örömködő SMS-ekkel. Igen, ők szóljanak, hogy mi, ja, hogy nem tudnak szólni, mert ott nem szóltunk. Ja, eddig, jó. Ugye, egy Minárdiból a Benettonba kaptuk, igen. Köszönjük szépen. Igen, egy utcai Kína helyett a Korhelyben, látod? Ez jönnek itt a Nem, akkor a ugrás azért nincs. Igen, jó. Akkor hát azért nem. Te nem jössz, ugye? Ugye nem jössz. Igen. Minőségi ugrás, valaki helyett valaki. Köszönöm szépen, diszkrét vagyok, a neveket nem olvasom be. De értjük a humort, csak nem szeretjük, ha ezzel humorizáltok. Na, oké, viszont mutatnánk nektek valamit. Készítettek, nem is hype-oltuk annyira egyébként, hogy a múltkor csak úgy elsiklottunk melletted. Ez már mondjuk a 12 évnek köszönhető. És olyan simán egyszerűen egy mondattal konstatáltuk, hogy a 112 nekünk csinált egy külön kiadást. Á, bizony. Azt igen, mi kaptuk meg először, és aztán tették ők ki. Jobb urás. Te egy kicsit, ha ilyenkor elfordulsz, az nem baj. Így van. Szóval, hogy a 112 gyerekek külön nekünk csinált egy kiadást. Igen. Bocsánat. Mondd el még egyszer is, köhögj. Nem mondd ki a 112, hogy lehet, hogy arra jön a köhögés. Külön csinált nekünk egy kiadást. Jó, és most mondd, hogy a 112 csinált. 112. Akkor nem arra akkor jön. Akkor együtt az egészet. Külön kínált nekünk egy kiadást a 112. Aha. Ez a koktél effektus külön-külön. Semmi gond, de együtt már. De nem, hogy ez gondolod, egy ilyen hivatalos történet a 112, hogy ezért ez milyen ellenőrzésen megy át, hogy a Balázséknak legyen egy külön történet, egy hanganyag, amit mi leadtunk ugye pénteken, Laci hozott egy pohár vizet, és eddig ilyen szintű megkülönböztetett figyelmet nem csak volt. Az NMHH-tól kaptunk. Így van, csak az NMH állított ránk napi visszahallgatást, hogy egy teljes osztályt, hogy írogassák a kevésbé jogkövetők magatartásainkat. De hogy gondolsz, mire ez átmegy, mire ezt engedik, hogy akkor a Balázsokjában mi legyen, hogy az hány osztályon megy keresztül, hány kézen engedélyezteti, tehát tök jó arcom, és ugye pénteken leadtuk. Ez egy 2019-es egyébként. Az mindegyesen ez egy tök friss. Összerakni, és két év alatt engedélyeztet. De hogy ez egy tök friss dolog, és tök hogy eszembe jutott adás után, hogy már ez csak olyan, tudod, olyan, na most a 112-nek úgy csinálta, természetesen elmondtuk, majd leadtuk, és csodálkoztunk azon a fajta, hát hogy is mondjam, csak mentális hiányosságokon, ami ott ugye megtalálható a 112 hívásaiban. Szegények biztos hallgat, és örültek neki. Szó. De hogy örültek, mondták, hogy ez csak nekik van. De úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, és most is elküldtek nekünk egy külön hanganyagot, hogy megmutassák, hogy azért milyen az, amikor valaki nagyon ügyes a 112-vel. Ja, de most rossz példa, meg jó példa. Igen. Rossz példa, meg jó példa, így van. A munkátokra is marad időtök? Ez egy külön osztály kezelik. Egy külön osztály. Dolgoznak, aha. És aha. Van, aki ezt összeállítja. Egy 5 éves kislánynak a hanghívása. Hogy is lehet ezt, amikor egy értelmes ember használ, ugye nem a... Megkérdezi a papucsom főnöket, igoljon neki, nem. Jó napot kívánok, nem kaptam ebédet. Nem kaptam ebédet. Máma. Ugye, tehát, amikor... Máma nem kaptam ebédet. Máma nem, miért nem kaptam, nem. Kedvem vagy szerda, ugye? 5 évesen betelefonált a kislány gyerekek, azt gondold el? És óriási a kontraszt, gondolom. Igen, a kislány javára hozzáteszünk. Hát, hogy egyébként egy pár 5 évest kérdezzetek már meg, ha van a környezetetekben, hogy tudja, hogy kit kell hívni ilyenkor? Én valószínűleg ezt nem adtam át jól a gyerekeimnek, de szerintem 5 évesen, hogy így bepötyögték volna a 112-t, neked megcsinálta volna? Most hát, ugye most múlt 6, én beszélgetek vele erről, a Benni már igen, szerintem a Noel ezt még hát így nem tudná lemenedzselni, nem tudná, megijed, baj van, ugye arról van, hogy a kislány elmondja, hogy mindjárt meghallgatjuk, hogy baj van az anyukájával. De hát azért ahhoz meg kell találni mobiltelefonját, milyen lélek jelenlét kell, egyáltalán tudnod kell, hogy mit kell hívni. Azt is tudnod kell, hogy anya telefonján van jelkód, akkor te a 112-t hívhatod jelkód nélkül. Igen. Tehát egy csomó mindent tudott a kislány. Na, ezt elküldték nekünk. Hogy hogyan lehet értelmesen használni, és hogy milyen fontos, hogy minden szülő ugye elbeszélgessen a gyerekével arról, hogy ha mondjuk én elvágódom valahol, vagy rosszul leszek, vagy történik bármi, akkor te tudod-e, hogy mit kell csinálni? Ez egy tök jó. A létra tetejéről, miközben a szomszédnál a tetőt tartozkodsz. Igen, leessem a létra tetejéről. Na mutatom, jó? Nagyon aranyosak is, nem túl hosszú a dolog, de nem is ez a lényeg, csak hogy milyen ügyes volt. Halló, segíthívó, köszönöm, miben segíthet-e? Anya rosszul van. Hol lakik anya?
A konyhába fekszik a földön. Milyen cuki hangja van? Milyen cuki hangja van? Én most nem erre koncentrálok, hogy cuki a hangja. Na jó, de hogy milyen aranyos, tehát mennyire gyerek tényleg, tehát tényleg 5 éves. Értem, téged hogy hívnak? Elena. Hány éves vagy, Elena? Bükránybányba lakok. Hány éves vagy, Elena? 5. És anya meg rosszul van, jól értem? Anya most alszik. Aha, tartsd a telefont. Mit mondtál? Mennyire cuki? Mennyire cuki? Anya most alszik. Anya fekszik a konyhában, a kövön. Nagyon súlyos. Elájult valószínűleg, igen, ugye? Hát anya elájult, vérnyomás, szív, bármilyen komoly probléma lehet. És elmondta, hogy 5 éves, hogy hú, hívják? Megküzdött azzal, hogy hol lakik. Igen. Nagyon cuki, hogy bükábrány. Én azt hiszem, hogy ukrán. De hogy elképesztő cukintója. Hát nagyon bükábrány. Ügyes, 5 évesen, ott olyan sírsz, hát nem is tudod, mit kell csinálni. Igen, és nagyon nincs ügyes. Pánikban a kislány. Nem. Tehát, hogy érzi, hogy baj van, tudja, hogy anyuval baj van, mert hogy alszik igen. A konyhapadlón, de azért normálisan igen. Nem mondja az egészet. De jó. Alszik. Aha, tartsd a telefont. Mit mondtál? Tartsd a telefon, mindjárt itt a mentős a vonalban, jó? A mentős? Igen, tartsd a telefont. Itt meglepődött, mert ő ugye azt gondolta, hogy a mentőt hívja, de ugye az operátor aztán átkapcsol mentőhöz, rendőrhöz, tűzoltóhoz. Tehát ők tovább kapcsolnak. Tartom. Elena, itt a mentős bácsi a vonalban. Mi történt? Azt mondta, itt a mentős. Oda szólt az anyukájának. Igen, magához. Haló, mentőszolgálat, mondja Elena. Mi a baj? Anya rosszul van. Kiben beszél? Ott van valaki mellettel, add ide, légy szíves. Haló. És itt már jön az anyuka, aha. Ugye itt valószínűleg az történt, hogy anyuka magához tért, nem? Igen, mert hogy ő nem is tudta, hogy a kislány telefonál, ugye? Tehát nem az volt, hogy az anyuka mondta, hogy hívd a 112-t, mert megkérdezte az anyuka a háttérben, hogy kivel beszélsz. Mm-hmm. Igen. Tehát ez a kislány az elejétől végéig tök egyedül csinálta végig. És egyébként mind a kettőnek, tehát a 112-esnek és a mentősnek is óriási tisztelet, hogy egyből vették a lapot, hogy gyerekkel beszélsz. De hallatszik, hogy nem kamu persze, tehát hogy ez még most laikusként is megmondott, hogy komoly a kislány hangja. Tehát nem ez vagyunk. A, mondjuk azt, hogy rosszul van, majd tegyük le levetre. Meg az előzmények tükrében rögtön, tehát hogy itt az értelem jött ebből a gyerekből, nem igen, pedig nem a szokásos. Ja, új, de nagy. De akkor erre felkészíted a gyereket? Elmondod neki, hogy akkor mit kell csinálni? Vagy a gyerek ezt hallhatta valahonnan? Hát. Nem feltétlen mindenki beszélget el az 5 éves gyereke, hogy figyelj, ha rosszul vagyok, tudod 112. Mm-hmm. Ugye? Hát igen. Ezt nem mondod el neki. Hát lehet, hogy nyilván csak találgatunk, mert nem ismerjük a hátteret, de lehet, hogy itt nem először fordult már elő ilyesmi, lehet, hogy a mama hajlamos az elvágódásra, vagy voltak már... Elvágódás. Hát mondjuk igen, voltak már korábban problémái, és akkor a kislányt felkészítették arra, hogy ebben az esetben ne essen pánikba, hanem hívja fel ezt a telefonszámot. Lehet, hogy fel is írták neki valahol, de lehet, hogy már egy korábban is előfordult, de nagyon-nagyon nagy. Nagyon ügyes. Hát, hogy ez egy csodálatos kislány. Igen. És akkor még anyukával megbeszélni, hogy mi történik, hogy... Mondani, mivel tudok segíteni? Nem tudom, szerintem ilyen pillanatnyi kiesem, nem vagyok jó. Volt eszméletvesztése is? Valószínű, igen, de ha mindjárt uram, ezt köszönöm magam, meg megmosakodok. Nyugodtan elindítottam a mentőautót, nyugodjon meg, jó? Milyen profi az operátor, nem? Jól csinálja, és akkor itt véget ér a beszélgetés, de a kislány már nem jön vissza. Hát nagyon ügyes, azért 5 évesen, nagyon cuki. Ezt így lemenedzselni, hogy eljött a pánik, hogy anyát fekszik a konyhapadlón, vagy bárhol, és te nem pánikba esel, hanem tudod, hogy kit állj, nagyon jó. Csodálatos, hogy megölelgetni. Az lehet, amit te mondasz, igen, hogy egyszerűen az van, hogy van mondjuk egy akut betegség, egy állandó betegség, és az kell, hogy akkor figyelj, akkor ezt kell hívnod. Mert ugye 5 évet az én gyerekem, ott feküdnék a konyhába, megnézni, hogy van egy kis apró zsebemben. Semmi. Elvenni a kocsi kulcsot, és elindul a bandázni, ha merre van. Ha arrébb húzni az a kapás üveget, nagy magadra rendben, amikor majd keresed megint így tovább. Tényleg, tegyél párát a fejem alá. Bármikor, ha látsz feküdni, ne ijedj meg. Takarjatok bele, hogy megfázzak. Ne szólj anyádnak, mert anyád nagyon morcos lesz, ha tudjad meg. Hajnalban ott fekszem a kövön, csak lépj át rajta. És ha még külön még annyit megtenél, hogy 2 fokkal feljebb csavarod a padlófűtést, akkor... Mégse hagyd apádat a hideg kövön feküdni. De ez tök jó, hogy mindenki beszélgessen el a gyerekével, nem? Mert jó, hogy mondd el neki, hogy figyelj, 8 évesen ott ülsz mellettem a kocsiba, történik bármi, itt a telefonom, kód nélkül hívhatod,
112, ezt kell beütöd, mondd, hogy hívnak, hol laksz, mi történt pontosan. Tehát ez egyébként ez egy tök jó dolog. Eszedbe se jut, mert azt gondolod, hogy nem lesz baj, meg megoldod. De hát most elmész éjszakai horgászatra a gyerekkel, vagy kirándulni, vásárolni, erdőbe sokat túráztok, bármikor bármi történhet. Egy fél mondattal ezt érdemesnek elmondani, hogy figyelj, ez kód nélkül is 112, fel tudod hívni, hol vagy, hogy hívnak, nem? Főleg nem, ott, ahol bizony. Mondjuk egy családon belül tényleg van ilyen probléma, mondjuk, mint fel is mondott, epilepszia. Tehát bármikor, bármi kiválthatja adott esetben, nem is számítasz rá, nem vagy rá felkészülve. De ők igen. Valószínűleg egyébként ennek tudatában, hogy tudod, hogy te beteg vagy, valószínűleg fölkészítik a gyereket. Elmondták, itt igen. Azok a családok az érdekesek, mert én se gondolnám soha, hogy egyszer majd erre szükség lesz 5 éves gyerekkel, hogy úristen, rosszul leszel, bevered a fejed, elesel, tök mindegy. Érted? Mert akinek van ilyen betegsége, az készült rá. Az megtanította a gyereket. De egy átlag családban egy 5 éves gyerek nem jön szóba. És semmi, pánik, teljesen. Mondjuk kenterbe veri a legtöbbet, nem? Igen. Ez a durva. Milyen nem van? Nem tudom, milyen nem van. A papucsom fennmarad az újságodban. Tehát a kislány az falhoz állítja az összeset 5 évesen. Önök a mi a szám? Megvan, nincs, de azért köz. Szerintem a 11-80-nak mi a száma? Hát 18-80. Jó, köszönöm szépen. De megvan a szám? Nincs, de kösz szépen. Hát okosabb, mint az összes együttvéve. Na, ez egy hasznos anyag, köszönjük szépen a 112-nek. Érdemes, tehát csak egy tényleg egy röpke 5 perc alatt a gyereknek elmondani, hogy ha baj van, ezt kell csinálni. Kicsim tanulva ebből a 5 éves kislányból nagyon cuki, hogy mit csináljon, hogy üsse be, mit mondjon be, hogy hívja a 112-t. Ez bármikor, bármivel megtörténhet. Ez simán életet meg. Köszönjük szépen, hogy ilyen külön anyagokat kapunk nagyon gyerekek rendesek. A 112-től. Hát nagyon-nagyon köszönjük. Bárki dönt erről, örömmel örülünk azért, hogy további összeállításokat igen, is várjuk. Természetesen a Dream Team-ben azért még van hely. A hátsi 3.0 lett a hülye csomagot. Igen, annak is nagyon örülünk. Na jövünk mindjárt, 2 perc pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 8 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Összemézeztem a pultot, gyerekek. Jaj, te nem kis... Érdekes, nem azon már egy év is. Mézes mackó. Hozzá, Zsülcikém, köszönöm szépen. Gyerekek, ha rosszabbul szólunk, rajta vagyunk, kapjuk sok aha, az SMS igen. Kapunk, hogy nem úgy szólunk, mintha kitelepüléssel lennénk, nem olyan a hang. Köszönjük szépen. Igen, dolgozunk rajta, tudunk róla, ez egy-két nap is megoldódik. Szerintem igen. Ez itt a 89-5-tel már ez is rendben lesz szerdától. Van egy-két napos ilyen átállás. Úgy nevezett átállási hangveszteség. De csak szerdán tudjuk berúgni a másik frekvenciába. Át kellett blankolnunk az egyiket a másik, és sajnos alumíniót tekertünk össze részre, de majd ez is megoldódik majd. De szerdától majd akkor csodát hallottok. Szerdától jó lesz. Micsoda dráma, így reggel korán lélegzett, visszafolytva hallgattam a kislány beszélgetését, a diszpécserrel tanulságos volt. Tomi, a sofőr küldte nekünk, ugye a hírek előtt meghallgattuk egy 5 éves kislány 112-es hívását. Egyébként már ott van az oldalunkon is, ha valaki szeretné meghallgatni. Akkor nem is kell megkérdeznetek, hogy hol érem el, meg hol lehet újra meghallgatni. Felmentek a Facebook oldalunkra. Facebook oldalunkon ott van, minden ilyen tartalmat dobunk ki azonnal. Vagy legkésőbb podcastben. Így van, és 8-tól megkapja egyébként a sajtó is. Tehát 8-tól már majd ezt körbe küldik mindenhova a különböző sajtóorgánumoknak is, hogy hozzák le, nekünk küldték el elsőnek. Köszönjük szépen, nagyon drága, még egyszer a 112-es. Exkluzíve. Exkluzív anyagot küldtek nekünk. Jó. Csak úgy, mint pénteken. És a kislány 5 évesen megállapítottuk, hogy kenterbe veri a... Hát igen, az összes eddigi kiadott anyagok szereplőit. Igen, ugye? mindenkinél 112-eset. És elképesztem megható. Srácok, most beszéltem kedves nejemmel, életemmel, szerelmemmel. Ó, nem áldottuk meg az érettségijét, basszus! Hát ezért hívott, igen. Ó. Érettségizik Mónika? Nem, ő már nem sajnos. Érzem is néha a hiány. De neki ez már megvolt. Neki ez már nagyon régen megvolt. De a nagylányom most ment be. Most kezdődik. De izgult, hogy készült, mit kell fölvenni. Gondolom átnézte a magyar, most nem? Amikor hívtam, szerintem az segít. Hívtam az, most az jó. Az autokozmetikában volt, mert összehányta a hátsó ülést rá. Szerintem az mindig jó egy érettségére, mondjuk úgy készült, hogy átnézed a magyar. Igen, hát az szerintem ez hát, hogy készült volna. Hát de ma reggel, hogy ne, ideges fölöltözött. Volt, kérdeztem Oli, hogy izgulsz, milyen lesz, mi lesz ma egyáltalán, és akkor mondta, hogy majd beír, megkérdezi, hogy... Mi lesz hogy ma? De. És akkor mondták, hogy azt hisz, hogy talán magyar, vagy nem. Jó, de nyugtass meg, nem mával ment.
Nem, és nem a Váci nem. vonalon közlekedik, nem. Mert ott most ők sírnak még mindig a Vácrátot. Ők állnak a nyílt pályán. Igen. Nagyon várják, hogy lehet-e kilenctől még érettségizni. Nem, az egyik vicces lett volna, hogyha vonattal ment volna, és elkésett volna, miközben ment volna. Nem lett volna vicces. Szemeretelen Pest-Szentlőrinc távolságot, mert hogy egyébként akár vonattal is mehetett volna. Okay, de ha már fölülsz, akkor megáll a két állomás között. Az már, igen, már veszélyes. Azt gondolom, lehet szeretni, a mávot meg vonatozunk, meg minden, de az érettségi napján ne ültessük nem, föl nem. vonatra a gyereket. Tehát, hogyha lehet, akkor vigyük el autóval, vagy menjen busszal. Így van, elsofor körött az anyja vele, és hát, de nem, azt mondta, hogy nem izgul. Nem izgul. Hát, ha maga biztos. Én is izgultam, de mondjuk de nem azért, nem mert volt ott miért, volt, hogy igen. Tudás. A tudás az ott volt, a gyerekek ott volt, négy éven keresztül. El volt rakva rendesen. Meg volt az csinálva, ki volt az talán. Tegnap még ugyan egy magyar helyesírás szabály kézikönyvet vadásztunk, de hát mert elfelejtettem mondani a gyerek, hogy lehet bevinni, de hát semmi gond nincs átna. Utolsó pillanatban ez is sikerült. Találtunk otthon egyet, mert 1971-es azt kiadásút. Azt félek, hogy már nem lesz az jó. Az nem annyira, tudod már, igen, amikor azt is látja, hogy flame szűntük el, nem, ez már nem jó. Úgyhogy de szereztünk egy másikat, úgyhogy. Na jó, de hát akkor áldjuk meg az érettségiét. Egy holigolit azért. Akkor és minden érettségizőnek, és minden most magyar érettségizőt írónak. Evangélikus iskola. Evangélikus iskola. Mondjuk őket komolyan lehet venni. De jó ez, Istenem, de jó ez. Nem tudjuk továbbra sem, mi történik ott, de... Ha tanultunk, nem kell félni. Ha tanultunk, nincs félnivaló. Aki nem tanult, ne most próbálja bepotolni. Ugye hallottad ezeket? Semmi már nem sikerül, lesz jövőre is. Mi van? Hát persze, hogy érettségi van. Pont érettségi van? Pont a negyedik hullámnál szeptemberben. Zárt kapus negyedik hullám, most zárt kapus érettségi szempszége. Jó lesz. Na, Kínába kalauzolnálak el benneteket. Jaj, de jó, nagyon szépen köszönjük. Te is? De nem a Sinopharm házatájára. Nem? Nem. Nem is a Sinovac házatájára. Jó. Hanem, hogy mit csinálnak a kínai nők azzal, a pasival, aki megcsalja őket, és kíváncsi vagyok, hogy megérdemli ezt a megcsaló. Drága női hallgatók, írjatok nekünk, vagy ez túl durva? Egyébként tök jó, már nem a megoldás, hanem, hogy legalább életben maradnak a rinocéroszok, nem? Jaj. Legalább tudjuk, hogy mire képesek a kínaiak. Az a baj, pont nem maradnak életben, mert mondd el a hírt, és akkor... Elmondom a hírt. Hogy mi történik. Képzeld, hogy fölkapták azt, hogy szintetikus ösztrogént adnak a hűtlen párjuknak fehér por formájában a kínai nők. Igen. Ez egy szintelen, szaktalan dolog, amit beleraksz az italba, az ételbe, és senki nem veszi észre. Arról szól a dolog, hogy impotenciát okoz. Csícő mind, drága uram, kéred-e a teádat? Igen. Már kevered is bele a izét, és ezért mondtam, hogy bajban vannak a rinocéroszok, mert ugye csícő mind észreveszi, hogy a cerka nem fog és már annyira. És rögtön berendel a helyi vajákos embernél egy jó másfél kilós adagot. Hova ami fog majd... menni? A vajákoshoz. A rinocéroszporra. Na. Igen. Igen, megveszi a rinocéroszporra. Odaadják nekik ezt, ez körülbelül 2 hét múlva kezd el hatni, és 2 hét múlva a férfinél impotenciát okoz. És nyilatkoztak nők, akik egyébként ezt adják, hogy tudták őket nem megszólaltatni, nem tudom, de elmondták, hogy azóta a férjük jól viselkedik, otthon van, nem akar sehova menni. Ül a tévé előtt, és teljesen jól viselkedik. Tehát úgy büntetik, hogy valójában ne tudja azt, hogy ez egy büntetés, hanem teljesen természetes legyen. Nem mondják azt, hogy el neki. Nem megy sehova, nem kívánja. Az asszony sem nyüstöli nagyon. Lehet, hogy kívánja, nem működik. Ugye működés képtelenné, te harcképtelenné. De impotens lesz a polgár. Oké, de akkor még eljárhat otthonról, tehát hogyha nem működik szerintem, neki. Szerintem, hogyha ha a fegyvert nem tud beélesíteni, akkor hát egyszer elmész a csatába, másikra már nem mész el. Uh-huh. Na de mit csinálsz? Tehát ez az egyetlen megoldás arra, hogy... Pisülsz vele. Ugye, az maximum. Maximum. Ezt akartad kérdezni, hogy mit csinálsz? Apkozod az asztallapot még. De akkor van egy impotens férjed otthon, akivel te sem tudsz semmit csinálni. Igen. Hát ez egy jó hülye megoldás, ha belegondoltok. A megcsalásnál valószínűleg már otthon nem volt ez a fajta tevékenység. Igen, eleresztetted ezt a dolgot, és azt mondtad, hogy... Ja, hogy már nem szexelsz otthon? Hát már valószínűleg otthon nem volt szex, és akkor apa megkereste másutt a boldogságot, idézőjelesen. Anyu viszont azt mondta, hogy na, akkor édes fiam, te oda nem jársz. De akkor otthon ül egy impotens szárnyaszeget madár, és akkor te ezt így végignézed, ez a szerencsétlen ott vergődik, és nem megy sehova, és még impotens és teszed. De legalább csillog-villog a ház, érted? Akkor beszáll a házi munkába. Azt nem tudjuk, hogy oda beszáll-e, de
Figyelj, van egy kihűlt párkapcsolatod, ezer oka van annak, hogy miért nem válsz el, oké? És közben észreveszed, hogy apu meg máshol jól érzi magát, tehát akkor már pont mindegy, együtt hogy impotensen ül otthon, vagy nem impotensen, hiszen ha nem impotensen ül, akkor se tudsz vele mit csinálni. És akkor majd elmegy a nő, és akkor megcsalja ő, hogy a pasi nem tudja kielégíteni, érted? Hát most, szóval, hogy azért ez itt... De miért nem válnak el a kínai nők? Hogy miért nem mondja azt, hogy oké, rendben van, akkor tehát miért kell így bosszút állni? Én nem sajnálom, tehát nem arról van szó. Uh-huh. De hogy így, tehát hogy azért, mit csinálsz otthon egy hűtlen férjel, aki ráadásul impotens is? És aki vágyakozik egy másik nőhöz, akihez nem mehet el, hiszen nem tudja boldoggá tenni. Hát, bevonod a családi munkába. Ez takarítgatásban, mosogatásban. Nem, ez bosszú állás, jót röhögsz. Na, itt nesze te szemét. Vagyunk úgyis elegem. Na de azért arról, hogyha ez a dolog elromlik, arról a nő is tehet valójában. Ez ja, mindig egy közös buli. Lehet. Tehát impotenssé tenni valakit azért, mert megcsalt, nem? Uh-huh. Hát azért ez finoman szóval sem túl etikus. A megcsalás hát... nem etikus, vagy hogy impotenssé teszed? Nem, hát a megcsalás sem, az egyik sem etikus. De hogy most beszélgetsz... a mi férfiként inkább a férfiak mellé állunk, és azt mondjuk, hogy azért ez túl durva, vagy a nő azt mondja, igen, megérdemli. Hát igen, a... jogos, ha az megcsalta, akkor legyen impotens. Figyelj. Miután abbaadják a szeradagolását, nagyjából 3 hét, egy hónap mire helyreáll. De akkor nem. De nem lesz el végleg impotens. Hát akkor ez folyamatosan kell adni. Mennyivel kultúráltabb intelligensen, mint hogyha egy éjjel mondjuk lemetszette volna neki. Igen, azt írja egy hallgató, hogy az ösztrogén nem csak a potenciára van hatása, hanem a libidóra és hangulatra is. Tehát ilyen eunuchok ülnek otthon a tévé előtt, uh-huh, és így bamban nézik a tévét, és eszik pálcikával a rizst, érted? Tehát leszedálod őket, aha, valójában. Uh-huh. És lehet, hogy akkor megcsinál mindent otthon, amit Jani mond, hogy menjél mosogatni. És hajlandó veled végignézni a Mao sorozatot. Igen, minden Mao-ról. minden Mao-ról sorozatot. Figyelj, akkor ez egy tök kultúrált megoldás. Tehát, hogy gyakorlatilag ez csak egy tetszhalál. Nem végleges. Tetszhalott állapotba teszed. Igen, így van. Nem végleges. Nem végleges. És azért valljuk be őszintén, ez nem a kínai nők az egyetlenek, akik így erről álmodoznak. Meg így állnak bosszút. Meg felmerül bennünk a gondolat, hogy valamit tenni kéne azért, mert hogy most egy kicsit elkanászkodott. De miért, hogy tudod, hogy folyamatosan megcsal, tudod, hogy félrelép, tudod, hogy állandóan elmegy és van valakie, de együtt maradsz vele, vagy nem akarsz elválni, vagy nem teszed szóvá, hanem inkább titokban mérgezni kezded. Tehát ez teljesen elvetemű. Ahelyett, hogy rendbe hoznád a kapcsolatotokat, mm-hmm, vagy legalább megpróbálnál lépni, bár ha már apu félre jár, akkor ott már kicsit elkéstünk ezzel, ugye, hogy rendbe jöjjön a dolog. Ez helyett... hogy ezt rendbe tennéd, és lenne normális ezt szexuális választod életed otthon, akkor inkább azt mondod, hogy nekem se jó, akkor neked se legyen. Figyelj, radikálisabb módszerek helyett ezt választotta egy magyar nő most őszintén. Tehát mit csinált volna? Vagy pláne egy olasz. Levágja. Jó, de egy olyan női szemmel, ha belegondolsz, hát úgy meg egyébként egyfajta igazságtétel. Nem? Teljesen egyértelmű. De te is ugyanúgy hibáltál, te nem tehetsz úgy az igazságot, okay, de hogy te is hibás de vagy te benne. Nem csaltad meg. Te nem léptél azt félre, okay, te igaz. Nem néztél ki a kapcsolatból, te egyszerűen csak, mit tudom én, tehát hogy lehet, hogy próbáltad ezt szóvá tenni, aha, nem? Jó, ebbe igazad van, hogy a csajok így, ilyen formán nem hibásak, tehát ők nem léptek félre, de akkor se ez a megoldás. Hmm. Tetsz halál. Igen, halott kígyó, félhalott kígyó. Tehát ez egy igen, tehát hogy bármikor életet lehet lelni ebbe a kígyóban. Én azért nem örülnék az ösztrogénnek, tehát hogy azért úgy... Csorgonyál a lőszatévért, és nem érted, hogy mi van, és kiderül, hogy mindig a feleséged nagyon tunkolja a reggeli teát, hogy de azért azt idd meg. És kiderülne, hogy mit tudom, hogy brómos teát, vagy ösztrogént itt a Móni veled, vagy velem a Viki, vagy a Béka, hát azért azért csak szóvá tennéd. Anya, olyan fáradt vagyok, idd meg ezt a teát. Nem, mint a kb. Ugyanannyi van így is. Gondolhatja sok férfi. Érdekes, mintha ebből a vízben is lenne valami, nem? Amit iszunk. Akkor Laci is benne van, mert ő hozza meg. Kutyafáját. Megittam már. Tehát lehet, ezért ad nekem, lehet, hogy Annával hozatja be a Viki egyébként. Igen. Nézd meg, van egy pohár vízem, uh-huh, van kávé. És valójában nem a te a minőségéről van. Folyamatosan itatnak valamit. Igen. A teába, basszus! És nem a te a minőségével volt probléma, hanem akkor éppen elfogyott a cucc. Igen! És nem az a volt a baj, hogy filteres teát kaptál, hanem hogy nem volt benne. Mindig olyan nagyon tunkolják, hogy igyak valamit. A Laci a kávét, Anna a teát, uh-huh, most itt a víz is, tehát nem lehet, hogy megbízást teljesítenek?
Nem lehet, hogy... Nem lehet, hogy mindenki meg van véve. Nem láttok a saját szekrényetekben valami kis fura felirat nélküli port, mint ahogy az aszkorbinsavat kapod a patikában? Érted? Ilyen 50 grammos? Te meg otthon pofozgatod a kígyót. Mi van? Mi van? Mi bajod van? Vedd lesz? Én meg otthon ülök, érted? Péntek este, és nézem a Dallas Best of-ot. Érted? És nem értem, hogy hát miért nem megyek én a barátaimmal vacsorázni, meg nem tudom, érted? És már nincs kedvem menni hónapok óta. És már szamantára sem gerjed. Igen, és már szamantára sem indulok be, érted? Na jó, azért Pamela. Igen, de Bobira egy picit, igen. Háromfajta dolgot itatnak velem. Hát, most jöttél rá. Hát kilószámra van a bróma szekrényembe, drágám. Egyébként... Igen. De nem jobb így, Bali, nem jobb így. És a nőknek mit lehet adni? Na ez a nagy kérdés, hogyha anya megy félre, tehát ha anya félre megy, akkor a kínai mit tud csinálni, mit adsz? A nőkre ugyanúgy nincsen hatása. Azt nem tudom, hát nem tudom, van hát valami. Ösztrogén szint, ott náluk is számít az, hogy tehát ha kedvét veszed el. Uh-huh. A nőknek fájdalomcsillapítót kell adni fejfájás ellen. Rendben hozza otthon. De szép megoldás. Igen, a kínai férfiak fájdalomcsillapítóval mérgezik a feleségüket. Nem, én ezt azért gondolom egy személy dolognak, mert az, hogy megromlik, az mindig egy közös buli. Tehát, hogy azért az egy közös teherviselés. Nem, arról mindenki tehet. Így van. Nem? Ezért kapott te a brómot. Ezért iszom én a brómos vizet. Ízzel, a szaktalan, nem tűnt föl. Lehet, hogy a megbeszélés részén már túl voltak, és nem tanult belőle. Na de azért tehát van egy ember, akit te valaha szerettél, érted? Igen. Azért mennyire genyesnek kell lenni, hogy naponta egy kis kávéskanál így belerak, érted? Tehát, hogy azért ennek van egy művelete, kiveszed az acskót, kinyitod, belefújsz, megnézed még mennyi van benne, keresse egy kávéskanát, összekérned, és végignézed, hogy megissza. Tehát, hogy, hát a beszerzése minden. Tehát be kell, és mikor mondod el? Panaszkodik egyszer csak a férfi, hogy nem megy? Vagy csak leállsz vele, és aztán végignézed, hogy elveszett a hatását, megint elindul az éjszakába, tehát megint elfog, vagy élete végéig mérgezed, és egy ilyen eunukkal élsz életed végéig. Tehát nem jó megoldás. Aminek számodra sincs haszna. Hát semmi haszna nincs. Tehát feleségként is kapsz egy hülyét magad mellé. Egy ilyen nyálsorgató hülye, aki így ül, tudod, most kis túlzással, nyilván nem nyugtatót kap, semmire nem hajlandó, semmit nem akar, full depressziós, és otthon ül, és elsírja magát az Esmeraldán. Tehát van ösztrogénnel. Igen. Zokog a női sorozatok előtt, érted? Hát azért ez nem egy jó megoldás. Atya úristen. És ők adják az oltást is, hallod? Na, csodálkozol. Aha, csodálkozol, hogy mindenki a Pfizer-jel a sorban. Csodálkozol, hogy 100 000-ek állnak a Black Friday-on, érted? Hogy megkapják a Pfizer. Na jó, hát csak hogy tudjátok, hogy mik történnek. Egyébként meg úgy kell nekik. Tudod? Azt gondolom. Igen. Nem kell félre menni. Uh-huh. Úgy kell nekik. Úgy kell neki. Magyar katonaságnál adtak ilyet? Állítólag? Brómostea. Lőszert se adtak, ne viccelj. Azt tudom, hogy arra nem volt, de brómuk hátra volt. Szerinted brómostára volt pénzük? Egy év alatt 9 lőszert kaptál, hogy lőd el. Honnan lett volna brómjuk? Én több használt zsebkedőt láttam az őrhelyeken, mint üres töltényhüvely. Hát 9 lőszer a számatásomnak annyi volt, igen. Na jövünk mindjárt. A gyerek után 1 perc a pontosan 8:30. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Szép ott, Bali. Jó reggelt, itt vagyunk. Hello, szevasztok. Időjárásunk szempontjából kérem, Mr. Szatmári úr. Hogy? Szatmári Ferenc. Kérem, Szatmári úr. Vázolja nekünk a héten, Szatmári úr, hogy milyen idők lesz a héten. A mai napon kisebb zivatarok, záporok 14-19 fok, de hagyjuk a mai napot, menjünk inkább előre a hétben, hogy vajon egy teraszos vacsoránk lesz, vagy egy zárt körülbenti. Mert ez aktuális. 23 fok. Nagyon szépen, köszönjük. Felé. 23. Szatmári úr, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba szakáruházak. Ha ennyi. Épít, ha felújít, Szatmári. Mennyi köszönöm arcod rá. Van, mennyi karaktered a reggeli műsoron belül, így átöltözöl. Vagy a kísérletetése hasonlít a hangja Mr. Szatmári úrnak, Mr. Netri szúrére. Nem, az egy teljesen más. Az egy másik történet. Máshogy mondta, igen. És érted, tudsz jönni bárhova, vagy bármit kérdezni, biztosítás, fürdőszoba felújítás, gumiszerviz, amit akarsz, mindenhez értünk. Új ablak nyitása egy főfalon, esetleg Szatmári úr. Még mindig tart a projekt? Hát ez nem így megy, hogy akkor most ma kitalálom, holnap jönnek, aztán már hétfőn meg már azon keresztül szellőztetem a házat. Te beszéltél arról, hogy kell egy ablakos. Hát legalább megtaláltad? Rajta vagyok, igen, az ügyön. Keresjük azóta azt az SMS-t, mert kitöröltöm. Igen. Volt egy kedves hallgató, aki azt írta, hogy ők ablakot is csinálnak, van statikusuk is, és a kivitelezésben is ott vannak. Na, ő írja még egyszer. Ne felejtsd el, mit mondtam erre.
Április 2-a volt reggel 7 óra, és mondtam, hogy no. Ne csinálj. Kérem, jegyezik fel a hajónaplóba. Ne kezdj el nyilázzálót vágni a házra. Ne csinálj, ezt ne csinálj. Biztos, hogy átvágnak valamilyen kábelt. Tuti, hogy elmegy a víz és igen? A villany. Biztos, hogy megrogyan a tetőszerkezet, újácsolás, újácsolat, a végig reped a házfal, össze kell az egészet fódozni, így jó, ez lesz. Olyan szakembert keresek, aki mindenre rácáfol. Az SMS most. Számokat, tudjátok. És egyszerre vág, egyszerre statikus, egyszerre épít, egyszerre nyilázáróval foglalkozik. Hát legyen mindenes, nem? Uh-huh. Egy jó öreg lőrinci megmester oda megy. Fogja a kis fúróját. Ja, légkel meg tudjuk csinálni okosba, ügyesbe. A kis légkalapácsad, igen. Ezzel éve ezt csinálom. Na gyerekek, ne küldjetek a 89.5-öt. Köszönjük szépen, 10 óra után jó, de nem sokára 9 óra után hívjuk majd a nyertest, aki nyert 89.500 forintot. Hallottátok, hogy megvan overdose utód a gyerekek? Igen, hát erről, igen. Erről szól most a szaksajtó, ezt kiabálják a lovin. Ilyen hírek jönnek a magyar lóversenypályáról. Szambónak hívják. Szambó? Szambó. Az egy orosz küzdősport. Így van. Az Jumbo, te hülye. Nem, Szambó is például. Szambó. Én találkoztam olyan zsiráffal, amit így hívtak, hogy Szambó. Kambodzsában így hívták. Én olyan őzikével is. Béka meg is etette banán. Igen, Szambó. Ne, a Szampó. Igen. Nem bó, bó. Aha. Bó. Szambó. Jó, de azt mondják, hogy overdose utód. Hát nyilván egy kicsit talán annyi mikorai... Annyiban, hogy ló. Igen, annyiban, hogy ló és ugyanúgy pejp. De hogy veretlen a ló. Hát ugye tudnunk kellene, hogy milyen futamokon indult. Mm-hmm. Mert most ott csetlettek, botlottak, akkor azért ez még nem biztos, igaz, de nálam hát sokkal nagyobb lovas szaktekintélyek mondják, hogy nem vagyok az egyáltalán, tehát nálam nem néz nagyobbnak lenni, hogy állítólag a ló akár Szambó. Overdose utóda is aha, lehet gyerekek. A neve alapján közelharcban jó, a rapásban, dobásban, mindegy az, hogy nyer, és az rúgásban. A lényeg, hogy nyer. Aha. Ez mekkora sikersztorinak indult ez az overdose is. Aztán igen. Olyan furán, kurtán, furcsán lett vége, de ugye amikor itt megveszel egy pár ezer euróért egy jelovat, és aztán kiderül, hogy ilyen 500 milliárd, meg 1 milliárd, meg 2 milliárdot adnának érte igen. A különböző arab sejkek. És megjelenek az abrosz fejűek. Jézus Atya úristen, csak... te nem a izé vagy a karcefem, érted, paláver, abrosz fejűek. Anyaszámú pártak. Ki vagyok én, Bajás Zsolt, te meg egy betelefonálunk, megjelenek az abrosz fejűek. Hát az normális arab sejkek, akik meg szeretnék menni ezt a lovat ja. 1 milliárdért. Ez csak a viseletről beszélt. Oké, az olyan, mint a matyó emzés. Kezd bárjál még egy kicsit négerezni, meg... Az nem én vagyok. Azok a botkos, büdös kommunisták, Bajer úr. És azok az abrosz fejűek, Bajer úr. Hát ez nagyon miért? Magasabb kerítés. Hát mi azért egy kicsit ennél talán, ahogy is mondtam, liberálisabb szemléletek vagy, mint hogy jó, akkor megjelenek a rizzabálók. Jönnek azok, akik is megveszem, rizzabálók. Nem vesznek ja, lovat. Nem vesznek nem lovat. Nem vesznek lovat, az igen. Arab sejkek vesznek lovat. Abrosz. 1 milliárdért. Ez úgy kicsúszott igen. Olyan ösztönösen. És hát, még mondjad, hogy izé gumiabroncs is van körbe az abrosz közül. Jönnek az abroszosok, azt megveszik ezt a lovat 1 milliárdért, érted? Hát mekkora biznisz. Az csak pizsamába tud jönni, még ezt is mond, hosszú hálóinkbe. Jó, tehát akkor jönnek a... Szóval még mielőtt megjelennének a disztingvált arab urak, hogy megvásárolják ezt a lovat 1-2 milliárd forintért, egy kicsit utána járunk ennek a történetnek, mert ez baromi érdekes. Milyen szemet kell, hogy legyen, hogy kikapd ezt a lovat egy árverésen, vagy valahogy neked az a ló kell, és azt mondja, jó, 8000 euró, vigyel, settes, utat, csetli, botli, adja ide. Odaadod, az kiderül, hogy egy iszonyatosan jó képességű lovat vettél. Nem, hát az overdose-nál is így volt. Hát 250-300-500 ezer forintért, 1 millióért vették valamikor 100 évvel ezelőtt, és volt olyan, hogy ajánlott, 1-2 milliárdért vitték volna a lovat. Jó, azt mondjuk nem tudjuk a másik oldalt. Aztán Patai Hagyuladási csomó minden igen. Volt, ugye, hát nem volt aztán túlságosan jó kezekbe, beteg lett, lesérült, és visszaléptették. Túl futtatták, túl ez, hát túl ez, az, csomó az, minden, az, azt nem tudhatjuk, igen. Jó, mondjuk nem tudjuk, hogy mekkora a szórás, tehát hogy hány darab ilyen 500 ezer forintos lovat vettek, amiből egy aztán bejött. Hát ezek még meg ugye szemed van hozzá, hogy ezt így kiszúrod. Ezek foci klubokat is vesznek, ezek az abra... Arra, ezek olyan mindegy, megvesznek a százat. Azok a macskat, de ezt még nem vették. A brossz fejjel. Érted? Még na, nem. Megkérdezzük, itt van Krebs András, a Kincsem Nemzeti Kft. Marketing és PR igazgatója. Hello András, jó reggel, ciao. Jó reggel. Jó reggel kívánok, szervuszok, jelentkezik a Kincsemből. Oh, köszönjük szépen. Nem túl elhamarkodott egy lóra ezt mondani? Mert hogy azért így persze nyilván örülünk mindenfajta sikernek, de azért 2-3 futam után a magyar overdose, ez talán egy kicsit még így, hát hogy is mondjam, csak elhamarkodott kijelentés. Legalábbis ezt így kapta fel a sajtó a lovat. Hát halkan azért suttoghatjuk talán így, igen, én azt gondolom. Ami a nagy dolog, hogy ugye minden évben, amikor jönnek föl a 2 éves lovak nyáron ősszel, akkor
gyakorlatilag minden lóban belelátjuk a kincsemet, az Imperiált, a világ legjobb lóvait, és ez mozgatja a világ lóversenysportját. És ez a ló, amikor tavaly októberben futott 18-án, október 18-án, és nyert 14 hosszal, akkor azért az öreg szakemberek azért csettintettek egy nagyot, hogy azért ez nem semmi. Aztán utána eltelt a téridőszak, ott jól alapozott, fölkészült az idei szezonra, most már 3 éves, készül a derbire, amit majd 4-én fogunk tartani a Kincsemparkban, és azóta futott 2-szer, és most a második futás akkor 6 hosszal, elég komoly stílusban győzött. Ez nemzetközi futam, vagy ilyenkor még csak ott... Tehát, hogy ezek majd... még hazaiak. Ezek még hazai futamok. Lépésre építik föl ilyenkor egy lónak a karrierjét, és most érkeztünk el ahhoz a forduló ponthoz a karrierjében, ami ezekben a másodpercekben vagy percekben dőlhet el, hiszen benevezték őt egy nagyon komoly német versenybe, egy úgynevezett derbi triára, ahol a legjobb német lovak futnak majd május 23-án, aha, illetve nálunk futhat most vasárnap majd, május 9-én a Kincsemparkban, a Nemzeti Díjban, az itthoni legjobb 3 évesekkel. Elvileg, még Billegnek szerintem a tulajdonos, legalábbis ilyenkor megy ilyenkor a picit a ködösítés, meg az ellenfelek megtévesztése is. Ja, hogy indul, nem indul. A Németországban egy nagyobb lépést tesz, nagyobb konkurencia, nagyobb pénz, nagyobb kísértés, illetve lehetőség arra, hogy esetleg nem tudja ezt a sorozatát folytatni, hogy marad itthon, és akkor Rómáver mindenkit. Parkban a Nemzeti Díjban fut és nyer. Mikor éri el azt az 1-2 milliárdos álomhatárt, amikor megjelennek János fejé szóhasználatával élve az abrosz fejűek, hogy... Igen, mikor? Mikorra várhatók? Hogy ez ilyen 5-10-15 ezer egy jelló körülbelül, ugye? Ennyibe került? Az abrosz fejűek azért elsősorban nem nálunk néznek körben, tehát ahogy még Uverdó azért nagy pénzt bedobtak, azért az mondjuk 50 évenként fordul elő egyszer-kétszer a régióban, szeretnék, ha az sűrűbb lenne. Ott mennyi volt, András, segíts egy kicsit, mit mondtak az Overdose-ra? 1 millió, vagy 1 milliárd, 2 milliárd forint? Mennyit ajánlottak? Hát itt nem nekem, de a tulajdonosikörnek, igen, tehát itt nagy pénzekről volt szó, igen, igen, igen. És ugye az alapokról azt kell tudni, hogy ha ők valamibe beleszerelmesednek, akkor pénzt Isten nem ismernek, és akkor licitálnak fölfele. Igen, és ugye Overdose nem adták el. Akkor legalábbis ilyen. Mikor mennyit fog érni ez a ló? Folyamatosan én azt gondolom, hogy egyre többet, de nekünk az a célunk, hogy a Kincsemparknak, vagy a Magyar Lóversenysportnak, hogyha ez a ló maradna a tulajdonosnál, Bársony Erzsébet és családjánál, és mondjuk hónapról hónapra Kincsemparkba futna jól, egyre jobban, hogy aztán ide jöjjenek a régió legjobb lovai, és próbálják őt megverni nálunk. Uh-huh. Mennyit lehet egy jelóval keresni egy évben? Tehát mondjuk elindul 5-6 versenyen, körülbelül nagyságrendileg komoly versenyek, nyilván függ, hogy nemzetközi vagy magyar futam, de mondjuk az elkövetkező 1-2 évben mi az, amit hoz egy jelló? Hát reálisan 18-20 millió forintot is nyerhet csak Magyarországon, illetve mondjuk 1-2 környező országban. A magyar derbinek a díjazása 14 millió forint, aminek az első díja 7 millió. Ez majd egyébként július 4-én lesz. Aztán, hogyha a ló esetleg fut itt most a Nemzeti Díjban, az most vasárnap, akkor az megint azért közel 2 millió forint lenne. Aha. Ha viszont kiviszik majd esetleg ebbe a német versenybe, és akkor ezt az itthoni versenyt kihagyja, ott már azért komolyabb díjazás van euróban, a konkurencia is nagyobb. Aztán van szeptemberben egy kincsemdíjunk, ahol még komolyabb díjazás van. Tehát, hogyha egészséges marad a ló, és havonta fut mondjuk, vagy 6 hetente fut egy-egy nagy versenyt, akkor év végén ez a szambó simán 15 millió forinttal is járhat. Hát akkor már meghozza bőven, igen. Fejben rendben van egy, ezt lehet látni, hogy milyen a lónak a feje, hogy szeret versenyezni, nem tud veszteni, nagyon megy, hát különböző karakterű, különböző személyiségű lovak vannak. Persze, hát fejben, hogy milyen a ló fejben, az legalább annyira számít, hogy milyen fizikai adottságai vannak. Rajta, és ezek a tréning hírek is jönnek, hogy egy nagyon jó karakterű ló, nagyon szeret dolgozni, és fontos. Ami fontos, hogy a versenyben, amikor futnia kell, akkor nagyon oda tud mentálisan is koncentrálni. Hát eddig ilyen 3-szor futott, 3-szor nyert, meg nem volt igazán megkérdezve sem. Első versenyén 14 hosszal nyerte, aztán a második versenyében 1,5 hosszal győzött, most pedig 6 hosszal nyert 2 héttel ezelőtt. Úgyhogy amit kellett eddig, azt mindent megtett, és én azt hiszem, hogy egy jó lovagolható ló, és úgy néz ki a származása meg a verseny alapján, hogy ő távbírónak tűnik, tehát mondjuk a derbinek a 2400 méteres tárgya sem okozhat szerintem számára gondot, tehát egy szó mint 100 egy jó lovagolható, jó fejű ló, jó idegzettel rendelkezik. Most ha hagyd kérdezek egy ilyen laikust, hogy a ló számára, hogy
hogy voltak egy témára ne, hogy egy ló számára fontos az, hogy neki jó ellenfelei legyenek, tehát őt az inspirálja a versenyben, hogyha azt érzi, hogy ugyanilyen karakterű, ugyanilyen versenyezni szerető lovak vannak körülötte, vagy csak a zsokén múlik minden? Nagyon sokan a lovon múlik, és jó helyen kap vizsgálat, de egy lónak nagyon fontos, hogy legyen olyan társ mellette, vagy ellenfél, hívjuk ellenfélnek, aki mellette küzd, hiszen azért ezek a lovak a futásra születtek, és hát akkor tud igazából ő is önmagától gyorsulni, hogyha a mellette van rivális, aki ott megy mellette, és őt meg akarja előzni, le akarja győzni. És hát a lovakban is benne van simán az a sumákság, hogyha egyszer-kétszer van neki egy könnyebb tréningje vagy munkája, ahol nincsen, vagy nem kérnek tőle 100%-ot, akkor a ló is képes ezt megtanulni, hajlamos arra, hogy akkor jó, itt nem kell mindent kiadni magamból, akkor kicsit tudok sumákolni, kicsit tudok lassulni, lassítani. Tehát jó a lónak, hogyha komoly és erős ellenfelei vannak. Tehát tulajdonosok őt kiszúrták egy árverésen? Csak elmentek valahova? Tudom, hogy van lovas előélet, tudom, hogy régóta foglalkoznak lovakkal, de hogy ez, ahogy ott jött, megjelent, azt mondták, na ő kell nekünk, ez a ló, ez nagyon, nagyon jól néz ki, árverés, nagyon csinos. Igen, árverésen vették Németországban. Egy nagy árverés ilyenkor 2-3, akár egy hétig is tarthat, több száz lovat értékesítenek. Előre egy árverésen az összes fölvezetésre kerülő lónak ott van a származása, az anyának, az apjának a teljesítménye, a testvérje teljesítménye. Tehát ez gyakorlatilag egy nagy nyitott könyv, és akkor innen jönnek a brosszosok, tehát jönnek az alaptulajdonosok, jönnek a nyugat-európai tulajdonosok, a kelet-európaiak, és elindul az árverés. És sokszor hihetetlen, hogy egy-egy nagyon drágának tűnő pedigrét miért adnak el nagyon olcsón, miért nem kell senkinek, vagy egy közepes pedigrének az ára meg miért meg fel akár több millió euróig. Szambóta a tulajdonos asszony Pársony Erzsébet nézte ki magának, rajta kívül vettek egyébként még lovat, és magyar szinten nem volt azért egy olcsó ló, 16 ezer euróért vásárolták meg. Azért a kelet-európai tulajdonosoknak, vagy kelet-közép-európai tulajdonosoknak azért mondanom sem kell mások a lehetőségei, tehát hiába nézzük ki a legjobb származású lovakat, mert ha nincs rá pénz, hozzá, vagy tudjuk, csak amikor mondjuk 500 ezer eurónál kezdődik a licit, akkor ugye gyorsan ki kell menni a büfébe inni egy kávét, és megnyugtatni magunkat, hogy megnyugtatni magad kicsit hozzá, igen, hogy még kell az üzemanyag pénz visszafelé. Nem a miénk ez a ló, bádem, ma vagyunk azért. 100 ezernél még fönn volt a kezünk. Na jó, de egy hozzáértő szem azért megnézi a lónak a kisugárzását, a jellemét, a nyugodtságát, a karakterisztikát, tehát egy csomó mindent elárul, nyilván mi laikusok nem látjuk, de csak kihozzák ott a karámból, és a ló megjelenik, hát egy profi lóértő tulajdonosnak már egy pár mozdulat. Igen, kell egy avatott szem, ahogy mondod. Igen, hát hogy ne. Intuíciók, egy vastag pénztárca, és persze sok-sok szerencse. Na jó, de ehhez képest 14-15 ezer euróért adták, nem is volt annyira vészes. Azt veszik, hogy nem is volt annyira vészes. Magyarországon általában nyugati árverésekről azért olcsóbb áron is szokta kerülni, de arra sincs garancia, hogyha mondjuk 50 ezer euróért veszünk egy lovat, hogy akkor ez ennél a szambónál állandóan jobb lesz. Ez nem így működik, mint a matematika. Szerintem ez egy milyen jó ár volt, pláne most már így a lovat látva, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon eredményes lesz, akár most a hétvégén, mert az most fog eldőlni, hogy itthon fut, vasárnap a Kincsenparkban, vagy majd május 23-án Berlinben egy erősebb konkurenciában. Ez ilyenkor mindig a tréner, meg a tulajdonos döntése. Őrzik nagyon már ilyenkor ezt a sztárlovat? Biztonsági őrrel elrejtve valahol magántulajdonban áll a ló nyilván. Két ugyanolyannal, hogyha esetleg rosszat igen, akarnak, akkor a dublőröket kapják el. A szambó tábla máshova van rakva egy összvérnek az. Igen, szamárban a szambó mögött. Hozzak is, amikor már nagyon fő volt a csillag, akkor volt külön őrzése, meg kamerázott istálója volt. Hát a szambó Dunakeszi alagon van, tehát nincs egy szuper titkos helyen a Kincsenparknak a tréning telepén, tehát innen tőlünk Budapest. És Rezső az éjjel örömmel. Viszont érdekessé teszi Szambónak a karrierit, és ez egy jó sztori, hogy egyébként kettő szambó van Magyarországon. Igen. Nem mondtam. Mert van egy magyar tenyésztésű szambó, ő egy idősebb ló, és ez a német szambó, mert úgy szoktuk mondani, hogy a szambó a német, mert ugye a német tenyésztés, és akkor az ő neve mellett még egy Ger rövidítés szerepel. Őt meg a németi méneskönyvben törzskönyvezték. De futamokban nem találkoznak más típusú a két ló. Nem, nem találkoznak, reméljük, hogy nem fognak, mert azért ez a német szambó, amiről most beszélünk, hogy sokkal-sokkal jobb ló, de
mondjuk egyik speaker társammal, Sónali Zolival éppen azon nevetünk meg, Kömbös Peti, vagy mi lesz akkor, meg hogy fogjuk majd vakarni a fejünket, amikor mind a két tabu esetleg X év múlva együtt fog futni. Igen, bizony. Van egy normálisabb, meg egy kicsit normális. András, nagyon szépen köszönjük, tök érdekes világ, jó volt ebbe belelátni, nagyon drukkolunk a lónak, hogy akkor nagy karriert, szép karriert, hosszú karriert fusson be, és akkor örülünk, büszkék lehessünk. Örülünk, beszéltetek rólunk, és akkor várunk benneteket is szeretettel. Köszönjük szépen. Köszi. A futáskor jelezni fogjuk. Jó. Nagyon jó, szóljatok, megnézzük ezt a kis csodalovat. Köszi András, csáó, jó munkát nektek. Köszönöm, köszönjük szépen, Krebs András, a Kincsem Nemzeti Kft. Marketing és PR igazgatója. Nem érted, hogy hogy közvetítenek, nem? Igen. Nem tudod, hogy milyen papírt néznek, végig milyen monitor. És akkor ki nyert? Hány ló, hány zsoké, milyen most... szakszavak, milyen handicap, hova fut, mit fut. Helyre tétre, befutóra, mi történik, és mutatnak egy táblát, amiből semmit nem értesz. Csak így néz. Olyan, mint hogy egyébként akkor most vettem egy teli garást, na, hogy egy garázslicitem, vagy én nem igen, tudom. Fogalmad hogy... nincs, és örülsztek, hogy nyert a barna. De haragudj, hogy most nyertem. Igen, most akkor nyertem, vagy vettem egy 48-as szabját, vagy mi van, ez nem egy árverés? Akik kim vannak, azok tudják. Azok tudják. Igen. Aki nagyon rohan, az nyert, aki eldobja a cetlit, az vesztett. Igen. Ez alap. Ezt is megjelentsoltál, őszintén veszített. Igen. Na jövünk mindjárt, egy perc a pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók. Sziasztok, hello! Ha veretlen az ló, csak szóljatok Csicsolinának, nem lesz az. Köszönjük szépen, ez is hasznos észrevétel, foglalkozunk majd az ügyel. Nagyon fontos, hogy indul egy játékunk, ahol ugye EB foci meccsre jegyeket lehet nyerni. Az ebfutam@radio1.hu-ra kell e-mailt küldeni, hogy ki lesz a párotok, akivel elmennétek, vagy akivel versenybe szállnátok a jegyekért, és egy kedves focival kapcsolatos emléket kell elmondani, vagy megírni nekünk. Juli már integrált, hogy mindenképpen írjatok nevet és telefonszámot az e-mailbe, mert nincs mindenkinek időnk és lehetőségünk bepötyögni, hogy akkor küld el léci a számodat, jó? Hétfőn küldhetitek, és ma még lehet erre a játékra jelentkezni. Jó, ez fontos. ebfutam@radio1.hu az e-mail címünk, jó? Jó! Okay? Jó. Telefonszám, miért jelentkezitek, kiventkezitek, és egy kedves aranyos kis emléket mondjatok el. Mr. Netrisk úr, látta valamit közlekedési fronton? Csendet, nyugalmat, békét! Köszönöm szépen! Szívesen! A közlekedési hírek támogatója netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál. Nem úgy, mint a kolozsvári reptéren. Na, mi történt a kolozsvári reptéren? Na, hát az van ugye, hogy a húsvétra nagyon sok vendégmunkás haza szeretett volna utazni, de tudták, hogy Romániában is karantén kötelezettség van, ezért aztán megkérték az idős rokonokat, hogy ők úgy is ráérnek, inkább menjenek ők hozzájuk. Uh-huh. Erre tökéletesen alkalmas a Kolozsvár-Bergámó repülő út. Olaszország. Olaszországban ugye Olaszország. Ott dolgoznak az emberek, és akkor hát egy csomó nagymama és nagypapa úgy döntött, hogy elutazik Olaszország. Ba, hogy együtt töltsék el az ünnepeket. A kis fiacskával, unokácskával. Persze. Oly, nem láttuk már benneteket egy éve. Így tett Violetta néni is, aki fölpakolt, és azt mondta, hogy elmegyek. Megyek az én kis fiacskával. Megyek én a kolozsvári repülőtérre, reszállok a Bergamóba, ott már jön értene a gyerek, kicsit pár napot eltöltök, hazajövök. Mit csinál ilyenkor egy jó nagymama? Hát összepakol, hát, és ajándékot visz. Aha. Süt. Főz. Hát a kedvencei. Ételeket bepakolja, hát megsüti, megfőzi. Hát a honokák azért úgy már ugyanazt a kis finom kis házlekvalós hajos tésztát, amit hát meghagtak. Ha még ezt csináltam volna, nem is lett volna nagyobb. Diós kiflit sütött. Nem mondom. Violetta néni azt mondta, hogy én csak a friss áruba hiszek. Igen? Kürtös kalácsot sütött. Ezt most nem mondod, hogy csörege fánkot. Lehet, hogy az is volt nála, de ő hatlapos mézeset. Ezt most nem mondod komolyan, hogy én nem viszek nektek olyan ételt, amit otthon főztem meg, én ott főzök nektek a helyszínen, hogy friss legyen, és viszek hozzá alapanyagot. Két kiló lisztet? Nem.
viszek egy kis disznóhúst, egy kis aprólékot, egy kis bárányhúst, szalonnát, kolbászt, babot, mindösszesen 42 kiló. Minden nagy forma. Lefagyasztva ki. Minden nagy forma. Csak a házi. Violetta néni, ott látjátok a bőröndöt, Violetta néni kivonult egy utazós gurulossal, egy hátizsákkal és egy marha nagy piros bőröndel, amiben a lefagyasztott áru volt 42 kiló. 42 kiló bárányhús és aprólék, most látom, disznóhús, szalonna, kolbász, babbal tömte hát meg, ő... 12 kilóval meghaladva a megengedett mennyiséget. Hát ő nem bízta véletlenre. Maradjon, maradjon, aztán ki tudsz jönni kocsival, értem, hát bergamolva, a... nehéz lesz ez a puttany. Aha. De aztán hozzá a kolozsvári repülőteret képzeljétek el, ahol a becsekolásnál a nagybőröndöt föl kell tenni a mérőszalagra. Hát 30 kiló valószínű a klasszik, ugye az 20 vagy 30 kiló. Mama. Ugye, Violetta néni valószínűleg oda szólt a jegykezelő kisasszonynak, hogy aranyom. Legyen kedves már egy kicsit segíteni, mert már nem bírja annyira a derekával a cipeket. És persze, persze, csak bízza rám a néni. Havaj előtt még felraktam egyedül, de most már kell a segítség. De hogy mekkora a család, tehát azért 42 kiló bárányhúsból azért a pörkört azért az elhagyat karácsonyig, nem? Szóval azért értem, hogy... Megértheted őket, tehát ezek az olasz bárányok, ezek zabálják a mindenféle ilyen gémmondósított szarokat, érted? Viszünk neki rendes hargitai bárányt. Hargita mellől vitt nekik, érted? Valami kis ingazit. Atya úristen, egyébként piros? Ne, tehát ha te nem súlyozott túl, és még 30 kilónyi nyersúst hiszel, akkor te vihetsz? Nem vihetsz. Nem vihetsz, mert vannak beutazási szabályok az országokban. Hogyne, persze. Kinek még kiviheted, de minden ország egyéninek dönt arról, hogy egyébként szárazárut, húsát, ő befogad-e. Aha. Nem viheted, ez egy csomó helyen ez tilos egyébként. A repülőgépen az élelmiszert nem is tudod vinni. Ráadásul mondjuk ott nem olvad ki, az mondjuk abból a szempontból, ahol, ha föladod ott mínusz 40 fokon tartják. Akkor ez egyszerűen rutintalan volt a mama? Először járt a... Ez volt az első utazása. Ez volt az első és utolsó ilyen most formában. Itt a cikk azt írja, hogy csak a 12 kiló túlsúlyt kellett kipakolni a bőrbe. Akkor lehet, hogy megengedték neki. Lehet, hogy a Románia-Olaszország között ez van egy ázsiaiak, amerikaiak se, például Amerikában nem tudsz vinni csak úgy. Kolbászt vittem ki egy ismerősnek, úgy elvették a határon, hogy öröm volt nézni. Hát, nem mindenhol engedik. Minőségi árut nem engedik már. Érted, máshol szerintem is megzabálták a rohadékokra, hogy elvették. Amerikában se vihetsz, elveszik. Igen. Így. Úgyhogy azért csodálkozom, mert ez viszont már kereskedelmi mennyiség. Hát már akinél. Lehet, hogy náluk egy erős étvégén. Violetta néni, Isten. Ez nem lehet, hogy Violetta néni így vitte ki a nagypapát? Egyébként aha, ez is lehet. Hát a hülyeség. Azt mondja, hogy... Nem Violetta néni azt mondta, hogy édesanyám, édesanyám, az nyire a nagypapa, persze, viszont meg a nagypapát. Igen, itt ez, hogy mi hozzá egy kis szalonna. De hát igen, volt egy kis fölösleg, de most már így alakult. Nem tudtok hazajönni a temetésre, megcsináljuk nálad. Hozott disznóhúst, azt viszek, a disznóhúst. Nagypapa csak újságot olvasott, ette mulatta a sportolvasással az időt, már kertet se ásta, már nem csinált semmit, Violetta néni belágott, és azt mondta, hogy befért a bőrönbe. Kikeresné Bergamóban nagypapát, érted? Senki, főleg nem ilyen formában. Két legyet ütök egy csapásra, meglátom, az megláthatom az unokát, és a pófolyóba pedig bevágom a nagypapát. Így van. Na, papa. Honnan tudjuk, hogy az tényleg bárányhús volt? Te megnézte azt valaki? Na, és papa jön, jön. Papa jön. És hol jön papa? Egy szép Samsonite bőrönbe. Viszem, viszem. Azért a mama szeret főzni, nem? Vagy a mama nagyon aggódik azon, hogy a gyerek nem eszik semmit, vagy a mama egyébként feketén pumpolja a gyerek húsboltját Bergamóban, nem tudom. De azért tudjuk, hogy a nagymamák, anyukák meg tudnak érkezni egy koleszos látogatásra, suliba, katonasághoz régen, amikor vitted a gyereknek, ugye hát a bátyám katona volt, hát anyám 3 napig főzött, vittük a kaját, bedobtuk át a kerítésen, ugye? Hát katona volt, hozzatok csomagot. Na de azért 42 kiló bárány hús plusz az apró. Gondoskodó nagymama, hogy zabálják azokat a margarétás pizzákat, meg azokat a tiramisukat, most végre valami normális, kis jó, kis egy eredeti, erdély, finom, kis bárányhúsból készült kis étellel mutatják majd az időt. Milyen finom étel lesz, ugye, mire kiérsz a reptére, mire becsekkolsz, mire fölrakod a repülőre, mire ezt elkezdik hűteni, finoman elkezd kiolvadni. Uh-huh. Az úton egy kicsit visszafagy, majd utána megint leszeded a bőrödből, Bergamo, dugó, az honnan még kocsival mennyit mész, aztán meg újra kiolvad. Kis levetereszt. Kicsi levetereszt. Az is csak biztos, ami biztos. És akkor végül is fölengedték. Végül is azt írja a cikk, amit én csodálok, de mindegy, valószínűleg lehet vinni, tehát 30 kilóig, tehát 12 kilót vettek el tőle. Az volt a sáp. Azt nem lehet, tehát 12 kiló, így van, de a többi az... Aha. Igen, a jelenlegi szabályok szerint lehet állati eredetű terméket szállítani repülőn, de csak a csomagtérbe leadott, hogy ezt a megfelelő becsomagolva, és nem extrém mennyiségben. Uh-huh. A mama meghaladta ezt kategóriát. De azért figyeled, tehát, hogy nem extrém mennyiség, tehát a 30 kiló az még nem extrém mennyiség náluk. Hát az egyébként nem sok. Semmiért. Nem sok. Aha.
Na. De most mit sem, főzöm meg, és vigyek lábosba? Hát, tényleg. Tehát azért az se egy jó megoldás, az hamar elfogy. Megfogná a kuktámat legyek. Még meleg az ája. Igen, de vigyázz, hogy még meleg az ája, de így megint a sárkesz. Kézed a bergamói gyereket, amikor mondja, hogy mama, én csak azt mondtam, hogy valami házit, valami házit. Úgy ennék. Egyrészt főzni se tudok. Egy szálkolbász is elég. A mély hűtőben három virsli, meg kettő darab margaréta pizza, be se fér, mama, mit csináljak? Hoztál volna, az is elég lett. Igen, mit csináljak, 40 kiló. Így van, elfogy, az eláll. Egyébként meg az ilyen nagymamákat ezt tartja életbe. Nem? Nem? Ment, levágta, feldolgozta, lefogyasztott, tehát így kell ezt. Így fizikailag is viszonylag jó állapotban lehet, hogy viszi hozzá itt 42 kiló húsokat. Na. Igen, igen. Ülsz a második sorban. Óvatosan menjen, pilóta úr, mert a csorba lemes, az ölembe ömlik, ha nagyon rángatja. Én nem is szeretem a bárányhúst egyébként. A legjobb, nem. A virága. Jó, azért, mert nem ettél jót, mert zsírosat, nem bárányt tettél valószínűleg, hanem már na, ugye öreg. Tudod, mi a baja? Semmi. Baja az egy, ez egy nagyon szép város, igen, voltunk ott kifelepülésen. Az a baj, hogy bárány íze van. Hát most nem mondod komolyan. Igen. Igen. És ez rohadtul zavar. Ugye? Igen, ha például csirke íze lenne, nagyon durva egyébként. Ha csirke íze lenne, gyanakodnék arra, hogy átérném, nekem ez a nagyon erős bárány íze. De a jó báránynak, ami, hogyha nem hagyod rajta ezt a fagyús részt, ami akkor egyébként a bárányon sok még nincs is, de ha azt leszeded, akkor nem érzed. Egyszer igazi lazatot, ha ezzel annak meg hal íze van. Ráfogsz többen. Nem, tudod, azt van az a hús, aminek nincs olyan erős hús íze, és a báránynak azért olyan nagyon erős bárány íze van. Jól kell elkészíteni. Karakteres, fincsi. Igen, mi karakteres. Vörös bort öntesz mellé, elnyomja. Vagy megiszod elő, akkor meg már úgyis mindegy. Fú, de jó. Na jó van, gyerekek, hát csókoltatjuk Hírénke nénit, aranyos. Ilyenek a valamire való nagymamák. Így kell ezt csinálni. 40 kiló bárány húsa felszállni a repülőre. És ők tudják, hogy kell ezt. Van egy jó minőségű kép a csúkjás izmairól, azt is tudja már. Olyan egy megkicsitesen. Kettőt lever neked, rád visz egy pörgőt, úgy hátba vág, hogy kiköpöd a fogalat. Marika néni, hogy komoly. Teszek egy megjegyzést a házikosztra. Olyat lever. Na, hívjuk gyorsan akkor a nyertesünket, aki kap tőlünk még 89.500 forintot. Jó, mert hogy volt egy játékunk, illetve van még a mai napon, ugye, hogy hallgatni kellett, hogy mikor adunk ilyen kis frekvenciaváltással kapcsolatos hangeffektet. Aki elküldte nekünk a 89.5 Rádió 1-et, az pedig ugye esélyes arra, hogy kapjon 89.500 forintot. Ez ma van még, ugye? Ez ma is holnap. Ma is holnap. Igen, tessék. Hello, Balázsék, jó reggel, ciao. Jó reggelt, hello. Hello, ciao. Hello, Balázs, te is Balázs, nagyon jó, hello. Na, hallottál valamilyen effektet és elküldted nekünk, mit hallottál pontosan arra, emlékszel? Többet is hallottam, mert többször küldtem, de a 89.5 és május 5. Nagyon jó. 89.5 május 5, így van ez a dátum, ezt kell ugye tudni, hogy mikortól, ez május 5-e, szerdától, kedd éjfél, ugye egészen pontosan, tehát szerdán reggel már ott szólunk, és 89.5, ez pedig az új frekvencia. Tehát hol hallgatsz minket, Balázs, érint téged a váltás? Igen, Erdőkertes. Aha. Veresegyház mellett. Köszönöm szépen. Azért maradtunk csendben. Csak tudtuk, hogy egy nagyon szép én hely. Be is csukom ezt az új lapot. Hát akkor ott abszolút érintve vagy, persze, ott az is az a rész is eltűnik, úgyhogy az 89.5 lesz. Igen. Hála Istennek. Igen, kicsit gyenguszka? Igen, gyengül. De csak azóta, amióta mondtátok, hogy váltás lesz. Ja, azóta. Hát lassan kapcsoljuk le, igen, finoman lehúzzuk. A teljesítményt csavarjuk le folyamatosan, kedden este 8-kor már csak alig fog recsegni a 96-4. Na, ez azt jelenti, hogy van 89.500 forintot, Balázs. Minden jó, nagyon jó, köszönöm nektek. Gratulálunk, nagyon-nagyon ügyes vagy. Mi lesz a sorsa, mit csinálsz vele? Szerintem jön lassan a nyár, meg a kisrácom, úgyhogy meglátjuk. Elisszuk a haverokkal. Na. Akár, igen. Jön a kisrác, ez azt jelenti, hogy terhes az asszony? Nem annyira kisrát, nekem kisrát, 11. Ja, hogy és akkor ő kap belőle. Ja, hogy valami. Jön hozzád. Uh-huh. Igen. Ja, értem. Neki lesz egy kis aját. Ó, nagyon jó. Hát azért az komoly ajándék lesz, nagyon jó. Nem mondta, hogy az egészből, tehát ami a kocsmá után megmarad. Igen, ami megmarad, az 3500. Balázs, gratulálunk akkor neked, használd egészséget, köszi, és akkor 89-t nem elfelejteni, tekerjetek ti is, hát meg szólj már, ott mindenkinek létszi a faluba, városba, hogy ne keressenek minket. Jóriattal fogunk. Köszönöm. Köszi. Ciao. Azért azt fogadjuk meg, hogy az első komolyan beérkező, hol vagytok, nem találok benneteket SMS-re, azért kap még valami kis plusz pénzt, jó? Jó. Tehát szerdán reggel úgyis tudni fogjuk, hogy ki az, akik a muziknak, aki tényleg megéri, a gyerekek, nem tudom, mi van a frekivel.
Én most ezt nem értem, mert olyan jó szóltatok, hol vagytok? Rendszeres hallgatótok vagyok, több mint 10 év hallgatom, hogy minden reggel nincs olyan nap, hogy nem podcastot is visszahallgatok, mert háromszor hol vagy. Tudja, hogy lesz ilyen, tudja, hogy lesz ilyen. Illetve ezt is, hogy miért nem mondták. Igen, miért nem szóltatok? Igen, miért legalább szóltatok? Legalább szóltatok volna, hogy eltűntök, én nyomogatom riadtad a rádiót, ti meg eltűntök, érted, átvonultok egyik fekül a másikra. Most ilyen. Hatalmasat csalódtam bennetek. Ez is lesz. Igen, nem szóltatok, de hát igen. Mondtuk, hát plakátoztuk, hát azért két hete minden erről szól, egy hónapja óriás plakát, kampányt fotóztuk. Miért nem mondtátok? Egy rúgjátok ki, aki ezért a felelős, jó? Minden nap hallgatok bennetek, minden szabad. A kedvencem a Zsolt. Ja, nem a Levi. Nem a... Saj. Laci. Ráckefére és ráfére az új freki, jó lesz Ráckevén, gyerekek, brutálisan jó fog szólni. Az egész rész, ami ott egy kicsit gyengébb. Ennek egyszerűen technikai oka van, de ez jóval erősebb frekvencia. Úgyhogy ott is jó lesz, és már most megjött. Hol vagytok, srácok? Nem hallok benne. Valaki már ott vár. Valaki már most begépelte, hogy szerdán csak küldenie kell reggel 7 órakor. Na most tényleg nagyon komolyan mondom. Mi a Facebookotok címe? Igen, és tényleg elkezdik. Hol vagytok, Balázs? Hajrá, Morning Show. Na jól van. Hát ennyi, gyerekek. Ez jó. Ha ennyi, akkor jó. Meg is vagyok. Uff. A nagymamai találékonysághoz még egyetlen egy SMS, mert ez nekem nagyon tetszik, 2 literes műanyag flakont megfogod. Igen. 1 liternyi pálinkát törtesz bele, és összenyomod a flakont, mert akkor lapos 1 literesed lesz, buborékos borítékba így küldte el nagymama a pálinkát. Ezt nem is értem. Hogy 2 literes a flakon. Igen. Tehát nem töltött el, csak félig töltöd, és elkezded összenyomni. Nyomod, szép lapos lesz. És ja, értem, és csinálsz belőle egy levél vastagságú leget. Lapos, rárakod a kupakot, beboborékos borítékba, és meg is van. És Dániából így kapták a pálinkát a srácok. És azt nem bontják ki, mert ez lapos. Hát persze, levél boríték. A kis házi. Lapos üveg. Igen. De nagy. Ez jó, ez jó ötlet, igen. 112-ről is érkeznek majd betelefonálni. Találjuk a rádió, vegyen a Balázsink. Jöjjön a mentőt. Bekapcsoltam a rádiót, és nem ők szólnak. Ja, ez is 112. Mi mesél? Nem ők szólnak a rádióba. Kik? Balázs meg a Colosnak a kis csicska. Ja, a kis karcsika. A kis karcsika is eltűnt. Hogy mi a adószám? Mi az adószámjuk? Na, jövünk vissza. 3 perc, pontosan 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Budakalász, Lenfonolná, Budai és a Szentendrei út keresztezésében nem működnek a jelzőlámpák. Van-e valami hír virágról? Írjál már a kis érettségét a kis puha kacsójával. Hát, a fényszám. Tudjuk-e már a tételeket? Uh-huh, uh-huh. Most nézett föl szerintem abból a némi elemózsiából, amit bevitt magával, mert szóltak egyébként, hogy valami cukrosat mindenképpen vegyenek. Erre az anyja vett neki, azt hiszem, hogy 6x fél liter cukormentes teát. Mondtam neki, hogy bravo, anya, megértetted az üzenetet, a cukor azért kell, hogy működjön. Ezért, hogy cukormentes... Az én lányom nem fog elhízni az érettségét, alatt mondta Mónika. És ott ül a virág. Nehogy már érted, hát ha a fogácskáj. Most megiszik ott azért két jeges terve. Egy kis magyarokrémes goflit vitt magával egy ilyen a 6-8 szeltet. El az energy. Vett ilyen kis előre töltött ilyen kis croissánokat. Szerintem előbb megreggelizik, aztán nekiáll a magyarnak. 11-től délig megírja. Persze, szerintem megvan, érted, és mire kapkodjon. A tudás a lényeg, érted? Műres hason kiérecsik szívesen. A édességük már nagyon írják. Hát szegény ez az év, ez nem róluk szólt azért. Szóval, hogy mit szívnak. Se barátok, se szalagavató, minden olyan korszakos dolog, ami egy emlék, egy élmény, ballagás, bulik, tánc, szalagavató, ez mind elmaradt. Azért ez szegények. És ezt nem is tudod visszahozni. Ezt nem. De hogy nyaralni, oké, majd megyünk jövőre. Nyilván ez is felhűt kiesett. Ez nekik nagyon sok mindenkinek elcsesződött. Csinálsz egy nyári alternatív szalagavatót valahol a haverokkal? Hát nem. Ez nem olyan. Hát ez nem olyan szegénykék, igen. Na jó van, drukkolunk nekik, 1 percen pontosan 9:30, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, milyen témáink voltak. Ugye hát megbeszéltük azt a soproni kávézónak az esetét, ahol bezártak a WC-be egy ott ragadt embert. És most nagy erőkkel keresik, hogy megjutalmazzák, illetve hát engesztelésképpen, igen. Uh-huh. Igen, ő azért kimaxolta a szombat estét. Igen.
bekeveredett a WC-ben, rázárta a tulajdonos az ajtót, mert hogy nem látta, hogy bent van valaki, és dörömböléssel az egyik kolléga kiszabadította, viszont nem kérte el a nevét és a telefonszámát, ami azt jelenti, hogy most keresik, hogy kárpótolják egy kicsit. Felhívtuk a kávézó tulajdonosát, hogy mondja már-e mégis, hogy maradt bent valaki a WC-ben egész éjszaka. Mennyire matton kell, hogy legyen. Illetve, nem? Hogy jött ki, mert még ezt a mai napig nem tudjuk, hogy mi van. Igen. És az 112 megint kiadott egy hívást, hogy hogyan kell ezt jól használni csak nekünk egyébként, igen, aztán majd küldik a sajtónak, előre vettek minket, nagyon cukik, nagyon helyesek, köszönjük szépen, hogy 5 évesen egy kislány milyen ügyesen, milyen flottul hívja a 112-t és mondja, hogy mi a baj, és Kenterbe veri az összes hülyét, mert hogy mindegyiknél okosabb. Meghallgattuk a hívást, egészen dermesztő, hogy a kislány milyen ügyes 5 évesen. Tündér zabálnival is nagyon értelmes. Igen, arról beszélgettünk aztán, hogy mikor kell elkezdeni a gyereket felkészíteni arra, hogy hát tanulja meg a 112-t hívni, hogy és mikor, mit kell mondani. És rájöttünk, hogy előbb-utóbb érdemes a gyerekkel elbeszélgetni erről, hogy elvágódunk valahol egy szombati fesztivál után, vagy éjszakázás után, akkor a gyerek ne átlépje rajtunk, ha nem hívja a 112-t, igen. Ha mondjuk komoly baj van, nem? Mondjuk kicsit hiányoltuk a hívás végéről, hogy milyen nap van, kedd vagy szerd, de hogy... Igen. A gyerek benyomta volna, mi? És tessék megmondani még, hogy... Igen, kedd van, vagy szerd van. De a hívás egészen hidegrázós, hogy a kislány 5 évesen milyen ügyesen menedzseli, hogy az anyukája rosszul lett. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Milyen ügyes volt? Haló. Haló, segíthívó központ, miben segíthet-e? Anya rosszul van. Hol lakik anya? A konyhába fekszik a földön. Milyen cuki hangja van? Milyen cuki hangja én van? Most nem erre koncentrálok, hogy cuki hangja. Na jó, de hogy milyen aranyos, tehát hogy mennyire egy gyerek tényleg, tehát hogy tényleg 5 éves. Értem, téged hogy hívnak? Elena. Hány éves vagy, Elena? Bükrány báb. Bükrányba lakok. Hány éves vagy, Elena? 5. És anya meg rosszul van, jól értem? Anya most alszik. Aha, tartsd a telefont. Mit mondtál? Mennyire cuki? Mennyire cuki? Anya most alszik. Anya fekszik a konyhában, nagyon a kövön. Nagyon súlyos. Elájult valószínűleg, igen, ugye? Hát anya elájult, vérnyomás, szív, bármilyen komoly probléma lehet. És elmondta, hogy 5 éves, hogy hú, hívják, hol lakik. Megküzdött azzal, hogy hol lakik. Igen, nagyon cuki, hogy bükábrány. Én azt hiszem, hogy ukrán. De hogy elképesztő cukintolja. Nagyon Kábrány. Ügyes. 5 évesen, hogy sírsz, hát nem is tudod, mit kell csinálni. Igen, igen, és nagyon ügyes. Nincs pánikban a kislány. Tartsd a telefont. Mit mondtál? Tartsd a telefont, mindjárt itt a mentős a vonalban, jó? A mentős? Igen, tartsd a telefont. Itt meglepődött, mert ő ugye azt gondolta, hogy a mentőt hívja, de ugye az operátor aztán átkapcsol mentőhöz, rendőrhöz, tűzoltóhoz, tehát ők tovább kapcsolnak. Tartom. Elena, itt a mentős bácsi a vonalban, mi történt? Azt mondta, itt a mentős. Oda szólt az anyukájának. Igen, már anyu magához. Haló, mentőszolgálat, mondjad, Elena, mi a baj? Anya rosszul van. Kiben beszél? Ott van valaki mellettel, add ide, légy szíves. Haló. És itt már jön az anyuka. Ugye itt valószínűleg az történt, hogy anyuka magához tért, nem? Igen, mert hogy ő nem is tudta, hogy a kislány telefonál, ugye? Tehát nem az volt, hogy az anyuka mondta, hogy hívd a 112-t, mert megkérdezte az anyuka a háttérben, hogy kivel beszélsz. Mm-hmm. Igen. Tehát ez a kislány az elejétől végig tök egyedül csinálta végig. És egyébként mind a kettőnek, tehát a 112-esnek és a mentősnek is óriási tisztelet, hogy egyből vették a lapot, hogy egy gyerekkel beszélsz. De hallatszik, hogy nem kamu persze, tehát hogy ezt még most laikusként is megmondott, hogy komoly a kislány hangja. Tehát nem ez nagyon. A, mondjuk azt, hogy rosszul van, majd tegyük le. Meg az előzmények tükrében rögtön, tehát hogy itt az értelem jött ebből a gyerekből, nem, igen, pedig nem a szokásos. Ja, új, de nagy. De akkor erre felkészíted a gyereket? Elmondod neki, hogy akkor mit kell csinálni? Vagy a gyerek ezt hallhatta valahonnan? Hát. Nem feltétlen mindenki beszélget el az 5 éves gyereké, hogy figyelj, ha rosszul vagyok, tudod, 112. Mm-hmm. Ugye? Hát igen. Ezt nem mondod el neki. Hát lehet, hogy nyilván csak találgatunk, mert nem ismerjük a háttered, de lehet, hogy itt nem először fordult már elő ilyesmi, lehet, hogy a mama hajlamos az elvágódásra, vagy voltak már... Hát mondjuk igen, voltak korábban problémái, és akkor a kislányt felkészítették arra, hogy ebben az esetben ne essen pánikba, hanem hívja fel ezt a telefonszámot. Lehet, hogy fel is írták neki valahol, de nagyon hát, ügyes, hogy ez egy csodálatos kislány. Igen, 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 és akkor még anyukával megbeszélt, hogy mi történik, hogy... Mondani, mivel tudok segíteni? Nem tudom, szerintem ilyen pillanatnyi kiesem, nem vagyok jó. Volt rossz, volt eszméletvesztése is? Valószínű, igen, de ha
mindjárt uram, ezt összedem magam, meg megmosakodok. Nyugodtan, elindítottam a mentőautót, nyugodjon meg, jó? Milyen profi az operátor, nem? Nagyon jól csinálja. És akkor itt véget ér a beszélgetés, de a kislány már nem jön vissza. Hát nagyon ügyes, azért 5 évesen, nagyon cuki. Átlag családban egy 5 éves gyerek nem jön szóba. És semmi, pánik, teljesen. Mondjuk kenterbe veri a legtöbbet, nem? Igen. Ez a durva. Milyen nem van, nem tudom, a papucsom fennmarad az újságodban. Tehát a kislány az falhoz állítja az összeset 5 évesen. Mi a szám? Ja, megvan, nincs, de azért köz. Okosabb, mint az összes együttvéve. Szerintem azért az valahol menő fölébredni egy budin hajnalban. Nagyon jó. Igen, nagyon azért nagy lehet. Szerintem ebben van, tudod. Kicsit szomjas vagy, kibotorkálsz a WC-be, fölkapcsolod a lámpát, realizálod, hogy úristen, engem ide bezártak, és egyre kétségbe esetted, dörömből. Előbb-utóbb tudod, hogy kinyitnak. Az tök jó, tehát, hogy jó, persze nem annyira megnyugtató, de szerintem az első 1-2 perc, amikor tudod, hogy össze van zavarodva az ember, és nem tudja, hogy te konkrétan nem tudja, hogy hol van, azt szerintem az óriási. Tudod, amíg rájössz. Meg így realizálni, hogy mit csináltam, hol viszont vagyok, otthon vagyok. Szerencsés, mert hájnod kell, nem kell messzire menni. Igen. Tehát felkelsz, hájsz, azonnal tudod, ugye ráfordulsz a budira. Tehát egy jó dolog. Azonnal. Igen, ha szerencsétben van padlófűtés, igen, akkor ha innen még valamit, fázol, akkor nem kell messzire menni, igen. Ott a pult. Uh-huh. Szerintem egyébként ez rock'n'roll. Szerintem budin ébredni, bezárva egy étterembe, ez tipikus az a sztori, amit mesélt. Na mindjárt megkérdezzük az üzletvezetőt velünk. Tünde, hello, Tünde, jó reggel, ciao. Jó reggel. Jó, budiba maradt bezárva, vagy az étterembe? Igazából az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nálunk a WC az egy külső WC, tehát a teraszról nyílik, és maga a kávézó rész az külön helyiségben található. Esténként záráskor mindig meg szoktuk nézni a WC-ket, természetesen ellenőrizzük. De a terasz végében ott egy toj-toj? Nem egy toj-toj nyilván, hanem ez egy tényleg kultúrált, nagyon szép tiszta WC-ről. Beszélünk padlófűtéssel, wifi-vel, mindennel ellátva, mozgási érzékelős lámpával. Csak az illető, akit a mai napig nem tudunk sajnos, hogy ki, tehát a kilétéről nem tudunk semmit. Hát azt mondta egyébként, amikor kiengedtük, illetve a kollégám kiengedte, hogy az eső elől menekült be a mosdóba. Nem tudom, mert az eső az már zárás előtt 2 órával elállt, úgyhogy... Hát ő már akkor bemenekült. Nem perc kijönni, hát ha esik még. És akkor a kollega egyszer csak ráfordított a zárásnál az ajtót, mert hogy nem égett bent a lámpa, a mozgásérzékelős lámpa? Igen, tehát a mozgásérzékelős az előtér, és a belső lámpát nem kapcsolta fel, amikor ő bement, és magára sem csukta az ajtót, tehát az ajtó is nyitva volt, és nekem ezért nem fordult meg a fejemben az, hogy ott bárki lehet, és szegényre rázártam a külső ajtót, és tényleg nagyon-nagyon sajnálom, és ezúton üzenem neki, hogyha hallgatja a műsort, akkor ne haragudjon rám. És már józan. A kolléga kiengedte reggel? Igen, mert a Deák téren ott sétálgattak, kutya sétáltatok, és ők hallották meg azt, hogy dörömből, és ők hitták fel a kollégámat. Mennyire grotesz. Oda valaki nagyon kiabál. Igen, egyébként délután nyitunk minden vasárnap, és hát szegény egész nap még ott lett volna, hogyha nem hallja meg ez a nagyon... Jó, hogy vasárnap, hát igen, hát egy étterem az mit, 11 kávézó cukrázat, az körülbelül ez a nyitás. Igen, és ami még a dolognak a pikantériája, hogy szegény, nem tudom, annyira meg volt illetődve, vagy lepődve, vagy szégyelte magát, hogy mikor kinyitotta a kollégám az ajtót, még be is mutatkozott neki, csak a kollégám nem figyelt. Jó napokára, a Horváth Lajos vagyok. Engem sem kérdez, ámén Horváth Önön. Nagyon az éjszakát, köszönöm. És most keresitek, hogy kárpotoljátok valamivel? Igen. Így kell csapatni. Szerintem ebben van rakendról. Egyébként így nagyon jó, mert így már azt nagyon pozitívan vették a dolgot. Voltak olyanok, akik tegnap jelezték, hogy ők a párjukat szeretnék bezáratni, és hogy csak kell ezért fizetniük a kávézónak. A tegnapi vendégek lejelentkeztek, hogy ők mosdóba mentek, csak szólnak, hogy nem véletlenül. Tényleg nagyon pozitív volt így a visszajelzés, de én tényleg nagyon sajnálom őt. Ma többen fognak oda menni. Ezt tudtam mondani, hogy vigyázzatok. Én voltam. Az ötödik ember, én már gyanakodjatok. Jó. Tűne, írjátok ki, ha megvan, jó? Mi jó, szeretjük rendben, őt. Tök jó arc. Nagyon szépen, és én is így gondolom egyébként. Köszönjük szépen. Én is jártam egy buli után, beestem a padlófűtéses konyhába, azt hittem már az ágyban vagyok, elaludtam. Szerintem nálam is ez lehetett, megértem. Egyszer én is bealudtam egy diszkóban, a vendégtérben, egy szombati uliban, szépen szundikáltam egy fotelben, lestandoltak a pultot a csajok hajnalban, órákig ott voltak, észre sem vettek, elment mindenki, nagyon nem zavartak. Arra ébredtem, hogy a zsebemben rezeg a telefon, apám hív, körbenéztem, világított a sárga kukorica sör, meg a piros kóla reklám.
Képzelhetitek, milyen érzés volt? Hol a francba vagyok? Aztán, miután tudatosultam, úgy voltam vele, hogy Roppi meg chips van, ital van, szerdán nyit a hely, addig kihúzom valahol. Ez volt szombat éjszaka. Aztán kiderült, hogy van a diszkó felett egy étterem, ahol sikerült kijutnom, össze vannak kötve egy lépcsőházban. Vasárnap is nyitva voltak, felhívtam őket, hogy szívesen foglalnék asztalt, ha kiengednek. Jó, hogy te jó. Balázsék! A Rádió Egyen! Oké, gyerekek, nem elfelejteni az EB játékot, még egyszer, ami fontos, ugye, írni nekünk SMS-t, vagy e-mailt egészen pontosan, ugye, az nagyon fontos, ebfutam@radio1.hu, ide várunk e-maileket, ki lesz a párod, akivel versenybe szállnál a jegyekért, egy kedves emléket a focival kapcsolatban, és a telefonszám elérhetőség. Ez is fontos, ebfutam@radio1.hu, a játék nem sokára indul, és hát az EB-re lehet jegyet nyerni, gyerekek. Azért ez egy nagy dolog, bárkivel is játszik a magyar válogatott, ugye Portugáliával játszhatunk, akár Németországgal, mindegy, hát ez egy foci ünnep. Egy kvázi halálcsoport, de ennek is megvannak a maga előnyei. Hát itt látod a nagy focistákat. Hát igen, igen. Basz. Beckenbauer, Mateusz, a németeknél így van, Klinsmann, egy csomó jönnek egyébként. Lipászki. Igen. Óriási németek jönnek. Portugálok is, Cristiano Ronaldo, igen. Sasha Hein. Igen. Udo Brinkmann. Úristen, de szépen játszott ő is. Te a Istened, de jó lesz. Na. Mindenki más meg legfeljebb bejut a negyed döntőbe, érte. De mi milyen meccseket fogunk majd. De hát azért az nagy, az egy generációs élmény, egy ilyen ott lenni. Hívjuk a naphallgatóját akkor. Barna. Balázsi. Szép hétfői Balázsi. Nagyon jó. Azt írtad nekünk, hogy hívnak, nem írtad alá? Hello, Peti vagyok. Peti, hello, életem Peti. Első berúgásán egy játszótéren ébredtem fel. A kisházba busz megállóval érve vettem észre, hogy elhagytam minden iratom. A tenyeremet mutattam a buszsofőrnek, annyira matton voltam. Mint bérlet? Mint bérlet. Hát igen. Jó, hát ezek kellenek, ezek az emlékek. És elfogadtam? 9. gólyalvató. Szerencsére vettek előttem egyet, úgyhogy nem nagyon látok. Oké, te vagy a naphallgatója, küldünk egy szép kis ajándékcsomagot, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi szépen. Köszi, ciao. Szia. Hello. Azért az is nagyon jó, hogy foglalkoztunk a versenyről, Szambóval. Hogy hívják Szambó az konkurenciáját? Szamborgini. Gyors, mint az állat. De jó. Oké, gyerekek, na, hát akkor arccal a holnap felé. EB játékunkat nem elfelejteni. Jó? Jó. Jövünk holnap. Jövünk holnap. Szevasztok magatokra. Szevasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.